kezdjük, úgy tűnik minden következett, szeretettel köszöntjük mindenkit. Rövid ismétlés, aztán most valami folytatásra számíthatunk. Szokás szerint, vagy valamikor lesz szünet, és akkor szünet után szokás szerint, vagy valamikor folytatjuk. Tehát 7:30 és 8 között lehet áhítozni, vágyakozni már szünet vonatkozásában. 7:30-ra senkinek még egy kalandozó gondolatával sem megérjük el, mert akkor csalódni. Tehát azt a témát folytatjuk, amit elkezdtünk, reményeink szerint, ha be tudjuk fejezni, behelyezni, hát ez természetesen olyan jellegű dolog, hogy egy ízelítő, mondjuk egy hagyományi körből, tehát ezt aztán tényleg lehet bővíteni, tágítani, térben és időben, és ugyanakkor pedig Kárpát-medencén belül is. A téma az a mágus vallásnak a nyomait veszi üldözőbe, tehát itt a Kárpát-medencén belül. Elsősorban olyan forrásokat találtunk, vagy próbáltunk meg felmutatni, amelyek meglehetősen ismertek, csak ilyen szempontból nem nagyon foglalkoztak eddig vele. Lehet, hogy foglalkoztak, de nagyobb jelentőséget nem tulajdonítottak neki. Tehát ez maga a képes krónika, és hát a magyar krónikás hagyomány. Tehát emlékezzünk vissza, hogy nagyon érdekes módon a krónikák, nagyon sok mindenről, amit az ember úgy elvárna, hát nem beszélnek, tehát nem mesélnek el, nem mondanak el, és az embernek először van egy hiányérzete, és egy ilyen kis rosszallása, és egyéb fenntartások is megjelennek, aztán rá kell jönni, hogy végeredményben nézőpont kérdése, hogy ki mire kíváncsi mondjuk egy késői időszakban, ezredforduló utáni időszakban, magyar történelemen belül, mert ha mondjuk arra vagyunk kíváncsiak, hogy mondjuk egy uralkodó, vagy egy hadvezér, vagy egy kicsi nemes legény az naponta hányszor sóhajtott, vagy pödörte meg a haját, vagy hagyd ne mondjam, hogy még miket lehet csinálni, hát akkor természetesen a krónikáink szükszavúak. Tehát leszoktunk a lényeglátásról. Tehát tulajdonképpen ez a kornak, a korszaknak is a sajátossága, hogy nagyon sok lényegtelen dolog fölnagyul, nagyon fontosnak tűnik, és a lényeges dolgok éppen ezért egy kicsit a látómezőből kikerülnek. Krónikaírás vonatkozásában pedig, hát ezt már többször sikerült hangsúlyozni, úgy kell megfogalmazni a mondatokat, hogy ez egy akkori aktuális ügytörténelmi helyzetre is igaz legyen, a múltra is, és a jövendőre is. És ráadásul az uralkodás menetén belül. Tehát egy krónika, most a képes krónika nem beszél Nagy Lajos király idejében a pálos rendről, az nem jelenti azt, hogy a pálos rend jelentéktelen vagy nem létezik, sőt éppen ellenkezőleg, hát Nagy Lajos magyar király a pálos rendről az egyik legnagyobb barátja volt. És a neki írt képes krónikában gyakorlatilag még csak utalásnyi módon sem jelenik meg az, hogy pálos rend itt létezik, van, virágzik, és egyáltalán jelen van. És más dolgokról pedig, amikről látszólag az ember nem is kíváncsi rá, nem is érdekelni, de már részletesen elkezdenek beszélni, és elkezdi kibontani az adott történelmi időszakot. Tehát ezek mindenféleképpen izgalmas kérdések. A legkönnyebb átlátási lehetőséget az biztosítja, hogyha egy olyan tömörséget tud biztosítani, amely az eredetet, az akkori időt és a folytatást, annak a tisztaságát nem kérdőjelezi meg. Ez azt jelenti, hogy minden magyar krónika gyakorlatilag egy olyan őstörténeti időszakból indul el, hogyha ez lenne a krónikáinknak minden erénye, hát már okunk nem lenne a panaszra. Gondoljuk végig, végeredményben beszélnek vízözön előtti időszakról, vízözön utáni időszakról. És ráadásul egy magyar uralkodói származási vonalat, hát nem hogy Nimrodra vezet vissza, de gyakorlatilag Noé révén özönvíz előtti világkorszakba. Akkor mi itt a probléma? Ez azt jelenti, hogy 1358-ban például senki nem pusztította el Amerikát.
senki nem törölte el, senki nem akarta elferdíteni, a leglényegesebb vonatkozások eredet szempontjából ott vannak. Na most hogyan lehet tájékozódni jelenben és jövőben? Nagyon egyszerű a válasz, közhelyszerű a megfogalmazás. Amennyire ismeri a múltat, annyira tud helytállni a jelenben, és olyan tisztán tud elindulni egy hozzá méltó jövendő felé. Na most, ha itt az eredet minden krónikánkban tisztázva van, akkor tulajdonképpen milyen lehetőség jelenik meg minden, hogy úgy mondjam, más dolgot szinte elhomályosítva. Az, hogy akármikor olvasom, akármilyen korban élek, soha nem tudom szem elől téveszteni a múltat, a jelent és a jövendőt. Na most ehhez képest érdemes megnézni, hogy mégis hogyan tájékozódunk. Erre már okleveleket lehetne írogatni, a nem tájékozódás bajnokai, az amnéziából eredő félreismerésnek és hibaegyütteseknek a megalapítói, tehát nagyon sok mindent lehetne elmondani, ami nem túlságosan jó, és nem esik jól az embernek, de hát a tényleg, ha mi magunk nem figyelünk oda, akkor ne várjuk azt, hogy más majd, Kárpát-medencén kívül, majd jelezni fogja, mondjuk adott esetben Brüsszelben egy válságstáb, hogy a magyarok most már tényleg ismerjék meg saját igazi eredeti múltjukat. Na ettől függetlenül, a másik jelentős tételhez az is hozzájárul, és ez megint csak így van, hogy aki írja a krónikát, az végeredményben magyarul gondolkozik. Tehát ez mit jelent? Ha latin nyelvű a krónika, akkor az a latin szöveg nem elsődleges, hanem másodlagos. Tehát magyarról lett lefordítva a latinra. Fordítani nem csak úgy lehet magyarról latinra, hogy itt van a magyar szöveg, és itt van mondjuk, átültetem egy másik lapra, az egyik oldalról a másikra mondjuk latinra. Ha magyarul gondolkozik, akkor gondolatban, miközben írja a szöveget, elvégzi a szükséges mélységű, magasságú fordítást. Mivel az a korszak, most maradjunk a 14. századnál, otthonosabban mozgott a középkori és talán még az ókori latinba is, tehát számukra nagyon sok latin kifejezésnek nem biztos, hogy ugyanaz a jelentése, mint amit mai szótárból, latin-magyar szótárból ki fogok olvasni. Na ez már innentől kezdve torzulatokat hozhat. És végeredményben a legnagyobb torzulat az mindig a hozzáállásból merítkezik, mert ha mondjuk egy műfordító abból indul ki, hogy előtte van egy latin nyelvű szöveg, ebből ki lehet indulni. Na de hogy folytatja? Hát, hogy a latin az elsődleges nyelv, és latinról lefordítja magyarra. Na most ez már többszörös, hogy úgy mondjam, torzulatot eredményez. Tehát először is el kell képzelni azt, ami hát nyilvánvaló dolog, ha valakinek magyar az anyanyelve, akkor magyarul gondolkozik. Hogy tulajdonképpen mit akart ott megfogalmazni, és miért így fogalmazta meg. Na most vallás vonatkozásában ezt is már megtárgyaltuk végeredményben, Szent István előtti korszakban megjelenik a megemlítése a szkíták hitén. Tehát nincs félreértés, ráadásul két jeles kapitány révén, Bulcsó és Lehel kapitányunk tetteiből meríti azt az erkölcsi tartást még 1358-ban is a krónikás, hogy mint keresztény mégis szkíta hitről tud beszélni, olyan körülmények közepett, amikor két fejedelmi személy végeredményben saját magát áldozza fel. Tehát azért nem mindegy, hogy milyen történelmi tett vagy időszak, hivatkozik mondjuk szkíta hitre, vagyis szkíta ősvallásra. Ha ott egy önfeláldozó tett adja alkalmát annak, hogy szkíta hitről, szkíták hitéről, szkíta ősvallásról lehet beszélni, akkor lehet tudni, hogy a szkíta ősvalláshoz alapvetően hozzátartozik az, hogy áldozatot hoz a kelt a világ megmaradásának, megmentésének érdekében. Hát ezért volt egy kicsit, és ma is egy kicsit kínos dolog az, amit megint megtárgyaltunk, hogy koppány okán tulajdonképpen semmi olyan
nellevágó, lényeges utalás nem hangzik el, ami egy az egyben mondjuk szkéta ősvallás bajnokaként tüntetné őt föl. Egészen egyszerűen a keresztség, tehát valamilyen típusú keresztséget vetett meg koppányvezér és azok, akik mellé álltak. Na most keresztséget meg lehet úgy is vetni, hogy az illető nem hinduista, nem taoista, nem buddhista, nem sámánista, nem mágus, hanem egészen egyszerűen keresztény. Hát kereszténységen belül azért az egyik legfontosabb eltérés ágazatokon belül az alapvető szertartásokra vonatkozó tevékenysége, és ugyanakkor egy Isten háromságnak mondjuk adott esetben az értelmezése. Tehát végeredményben Koppány esetében nem lehetett. Tehát bármennyire keres az ember, bármennyire elképzeli, azt kell mondani, kizárni nem lehet, de egy biztos, utalások mentén nem Koppány jelenik meg az ősvallás képviselőjében, hanem Lehel és Bulcsú kapitánok, akik ráadásul emlékezzünk vissza, akik már tavaly lehetett igazolni, felolvastam bizánci forrásokat, hanem Bulcsú kereszténynek tartják. Bizánci források. Tehát akkor ez mit jelent? Már ők is keresztények, de ennek a kereszténységnek az alapozottsága teljes egészében a szkéta ősvallás. Tehát semmiféle más oldalági közvetítő vallási alakulat nem jelenik meg. És Bulcsú és Lehel esetében hangzik el az a néhány mondatos utalás, hogy milyen a szkítáknak a túlvilágra vonatkozó hite, és hát egyéb tartalmas dolgok is megfogalmazódnak. Egyrészt az életnek, a mindennapi életnek az egyszeriségére, vagy akár többszerűségére. Tehát emlékezzünk vissza, végeredményben, minthogyha a szkíták hitében lenne egy olyan alapvető tétel, amit ma divatosan, de kicsit pongyul a módon úgy hívnak, hogy lélekvándorlás. Most a lélekvándorlás dolgait is megtárgyaltuk nem egy alkalommal, megint emlékeztető, a négy evangéliumban az ilyen természetű igehelyek, most kérdésként hangzik el, tagadják a reinkarnációt, vagy akár a lélekvándorlást, vagy nem tagadják. Nem, hogy nem tagadják, hanem különféle tanítások keretében a kettő között még különbséget is tesznek. A legismertebb tételre emlékezzünk, mindig el kell mondani a legismertebb tételt, nem azért, mert más nincs, csak ez annyira mellbevágó, hogy az ember meghökken, hogy miért csinálnak éppen keresztény értelmiségi körökben adott esetben úgy, mint hogyha nem is léteznek. Tehát akkor Jézustól megkérdezik, hogy ki volt keresztelő Szent János. Hát akkor nem azt mondta, hogy keresztelő Szent János, ne haragudjatok, Johannes Baptismus volt. Apja Zakariás, anyja Erzsébet, mi itt a probléma? Illés próféta volt ő, csak nem ismerték fel. Így hangzik el gyakorlatilag. És mert keresztelő Szent János története valamilyen módon mind a négy evangéliumban, a három szinoptikusban és a János evangéliumban is megfogalmazódik, és ráadásul visszatérően, tehát ez azt jelenti, hogy keresztelő Szent János története a problémakör, az nem egyszeri beszélgetés keretében hangzik el mondjuk valamelyik evangéliumban. Hanem már elfelejtjük, hogy Jézus mit mondott, és megint előjön a téma. És hát azt is tudni kell, hogy ráadásul olyan módon, hogy a ti tetteitek pedig követni fognak benneteket. Vagyis ha ő illés próféta, tehát nem személy szerint, hanem a lélek megtestesüléséről van szó. Tehát az a lélek, amelyik téridőbe ágyazott fészkét megtalálta az emberiségen belül Illés proféta név alatt, ugyanaz a lélek, sok évszázaddal elteltével, de ugyanaz a lélek. Leszületett, testet öltött, csak keresztelő Szent Jánosnak hívták. És könnyen lehet, hogy keresztelő Szent János, ha szembesítették volna, lehet, hogy egy ostolt ragad, és aki ilyeneket mond neki, elkergeti. Na de gondoljuk végig, és akkor mi van? Most nem az a lényeg, hogy keresztelő Szent János aláírja, hogy igen, én voltam Illés proféta. És már illésként jeleztem, hogy vigyázzatok Bál proféta papjai, mert én úgy visszajövök keresztelő Szent Jánosként,
hogyha még itt találnak benneteket valamelyik magas hegyen, hát azért hátra lesz a sarkatok közbe. Tehát gyakorlatilag nem ez a lényeg, hogy ő hogyan éli, persze, hogy az a lényeg, hanem az, hogy Jézus mit mond. Ugyanis ilyen típusú tapasztalatokra, ha egyáltalán van, hozzá kell tenni, ha egyáltalán van. Tehát itt nem lehet úgy nyilatkozni, hogy van vagy nincs. És ezt megint Jézus mondja el nagyon szépen a János evangéliumban, akkor Nikodémus teszi fel neki a nagy kérdést, hogy bemehet-e az ő anyjának méhébe az ember másodszor, hogyha vén. Magyarul a hívő zsidó Nikodémus éjszaka felkeresi Jézust, és mire kérdez rá? Hát bemehet-e az én képi beszéd? Tehát gondoljuk végig, hogy még 100 évvel ezelőtt sem létezett sehol, semmilyen nyelv keretén belül az a fogalmi nyelvezet, amit most abszolutizálunk. Tehát minden nyelv gyakorlatilag az élet legfontosabb dolgait valamilyen szinten képi módon örökítette meg. Tehát ez azt jelenti, hogy ha azt kérdező, hogy bemehetek-e az anyám méhébe másodszor, hogyha én vagyok, most őszintén mire gondolhat Nikodémus? Hát ő már nagyon öreg, valószínűleg az anyja nem él. Tehát nyilván nem fogja valahonnan elővenni, és megpróbálni burcsit is fejét bevinni, hát ha befér, de nem fog befér. Ezt csak azért mondom, hogy érzékeljük. Tehát itt vitán felül áll a kérdésnek az értelme. És mert Jézus úgy válaszol, hogy újjászületés van vagy nincs, és mi az újjászületésnek a lényege, egyszerűen azt mondja, hogy a szél zúgását hallod, emlékezzünk vissza, és most jön a csattanó, de nem tudod, hogy honnan jöjj és hová megy. És így van minden ember, aki lélektől és szellemtől születik. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem nagyon emlékszünk, ritka kivétel nyilvánban. Magyar művelődés történelmen belül például Janus Pannonius az a kategória, aki emlékszik. Honnan tudjuk? Le is írja saját lelkéhez című versében. Nem ittam a felejtés vizéből, amikor a földre születtem. Mit jelent ez magyarul? Hát nem csak arra emlékszem, hogy hogyan forgolódtam 9 hónapon keresztül, hanem a fogantatás előtti időszakra. Tehát nem ivott a felejtés vizéből. És elmondja, hogy a lélek hogyan ölt testet. Miközben a tejúton surran végig, felkeveredik az állatövi csillagképek világába, a naprendszerbe, és még azt is elmondja, hogy melyik bolygó vagy melyik csillagkép fő csillaga bizonyos tulajdonságokra, hajlandóságra, fényerő révén képesítette vagy hangolta a lelkét. Tehát tökéletesen elmondja. Tehát most általánosságokban fogalmazunk, és Nikodémusra visszatérve, ott a jézusi válasz az, hogy valószínűleg ez a legnagyobb titok, az egyik legnagyobb titok. Mert a szélzúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jön. Magyarul nem nagyon emlékszünk arra, hogy kik mik voltunk, vagy milyen helyzet, milyen tapasztalatban forgolódott a kis életünk, hát nem hogy fogantatás előtt. Gondoljunk a 9 hónapra adott esetben. Hát vannak jó emlékezetű emberek, tudat alatt nyilván nagyon sok minden megjelenik, na de mire jönnek az első emlékek gyerekkorban, amire én felnőtt koromban is emlékszem, hát nem fogjuk elhinni, nem az az időszak, amikor az ember ott abban a belső védettségben tartózkodik. Na ugyanakkor viszont nem tudja, tehát hogy honnan megy, és hogy hová megy. Tehát honnan érkezik, és hová megy. Tehát nem nagyon tudja az ember azt, elképzelések vannak, különféle érzemények vannak, mi lesz velünk a halál pillanatában, halál után. És ehhez képest Jézus nem egy pessimista világképet fogalmaz meg, hanem egy örömüzenet. Tehát egy örömüzenet. Igenis a lélek halad. Tehát van örök élet, csak meg kell találni. És van egy olyan élet, mintha lenne egy olyan élettípus, amelyik állandóan meghal, és állandóan újjászületik. És hogy mennyire vagyunk ebben a világban, mondjuk, saját életünk folytatói, ezt nem nagyon tudja az ember. Az viszont vitathatatlan,
hogy elhalt ősöktől mennyi emléket, nem is genetikai örökség pusztán, hanem emléket örökölünk meg. Tehát nem velem történt meg, hanem a genetikai örökség révén emlékeket is örökölhetünk. Tehát ezért van az, hogy nagyon sokan látszólag visszaemlékeznek valamire, de nem tudják folytatni. Hát igen, mert nem az ő életük volt. Hát örökölték. És ehhez képest viszont egy ilyen hatalmas nagy múlt örökítő lelkületéhez képest, és amit örök, ségben megkapunk, hát milyen kicsire zsugorodik le. Milyen szűkre zsugorodik össze az az út, amelyen tájékozódik. Mintha nem is lenne jelen. Holott emlékezzünk a sokat idézett József Attila sorokra, bizony én úgy vagyok, hogy 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Tehát végeredményben velünk van. Csak valami belül nem mindig teszi lehetővé a ráismeréseket és a felismeréseket. És nagyon sokszor úgy fogalmazzák meg különféle világvallások, hogy lehet, hogy ez jobb is. Tehát lehet, hogy ez jobb is. Lehet. Hát valahogy tudatalatt a lényeg úgyis jelen van. De mégiscsak az az izgalmas, hogy ennyi vallás, ennyi örökség, ennyi érdem, ennyi tehertétel révén, hogyan tudunk egy aktuális élethelyzetben helytállni és viselkedni. Na most, hogy mennyire fontos kérdésről van szó, hát gondoljuk végig, hogy végeredményben mondjuk egy képes krónika, ez nem egy vallástörténeti mű, de gyakorlatilag nagyon pontos hitvallással elmondja, hogy a szkíták hogyan gondolkoztak. Tehát a mi őseink ilyen kérdésekben hogyan gondolkoztak. És ha nem koppánnyal jön be ez az ügy, akkor ez nem azt jelenti, hogy koppannak itt dolgok, nem azt jelenti, hanem egy kicsit, hogy úgy mondjam, észre kell venni, hogy vannak divatok. Tehát bármennyire hihetetlen divatok. Felerősödnek dolgok. És nem biztos, hogy mindig a javunkra és az érdekünkre. Na most a másik viszont, amit az ember várna, és egyszer csak meg is találna, hogy jó, ez szkíta hit, szkíta ősvallás, szkíták hite. Hát vallás alakulat vonatkozásában valami kézzelfogható dolog van-e? És hát gondolom, tudjuk, bizony van. Először olyan, mintha messziről csak úgy súrolná a témakört, mondjuk a képes krónika, de mert egyre több jelzés jön, nyilvánvaló módon hangsúlyozom, ha valami egy művelődés történeti közegben nagyon eleve, akkor nekem nem kell minden mondatnál, hogy tulajdonképpen a náthás volt, akkor kifújta az orrát. Sőt, azt írja le a krónika, hogy náthás volt. Lehet, hogy Attila király is volt náthás. Tehát vannak olyan dolgok, amikről rá kell érezni, hogy valószínűleg az a kor, tehát 1358, 14. század, Nagy Lajos kora. Annyi mindent tudott még a Szent István előtti és utáni ősi vallásos világról, hogy gyakorlatilag vesszőkkel is lehetett jelezni, hogy éppen mit akar az ember mondani. Most Attila esetében ez ténylegesen így van, hát én kiírtam, még egyszer mondom, Attilának a híres nagy címe, ami minden krónikában, hagyományban előjön, mi volt az ő címe? Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, Nagy Imród unokája. Minden krónikában, én mindig úgy mondom, hogy a képes krónikában is, de egy kicsit pironkodni kell, képes krónika nem Imródról beszél. Holott Nimrodra vezeti vissza Attilának a családfáját. Hanem azt mondja, hogy a nagy magot magára. És akkor gondolom érzékelik, most fel van adva a lecke. Vagy Nimrodot azonosítom magorral, és akkor nincsen semmi probléma. Na de ki volt magor? Nimrodnak a fia. Hunor és magor Nimrodnak a fia. Egy másik krónika változatban pedig, például a Gesta Hungarorumban is, elhangzik az a
mondat Anonymous révéről, hogy ez a nép, hát ez mi volnánk, a magyar, honnan kapta a nevét? És kapaszkodjunk, hogy nem Magorról beszél. Hát pedig a magyar Magorról kapta a nevét, hanem most érdemes figyelni. Szkítia első királyáról kapta a nevét. Na most megint mit mondunk? Hát ez Nimród. Teljesen egyértelmű Nimród. Igen, de azt mondja, hogy Magog. Tehát ez a nép Szkítia első királyáról, Magogról kapta a nevét. Na most, gondolom sejtünk valamit. Van egy Nimródunk minden krónikában, őt nevezik meg ősindítónak. Van egy Magógunk, sok krónikában, gesztában őt nevezik meg, és van Magórunk is. Na most a háromban valami biztos, hogy közös. És ez nem azt jelenti, hogy az egyik tolnok műhelyben ez volt a befutó, a másikban pedig az, hanem hogy érezzük egy minőségnek, egy szellemiségnek az auráját. Tehát Nimródot tulajdonképpen kétféleképpen idézőjelbe kell helyezni a mondatot, helyettesíti ősnév. Mind a két ősnévben viszont van egy közös gyök. Hát ez maga a mag. Na most, hogy én a magoknak, magók, fénymagoknak ura vagyok, vagy a magerőnek a képviselője vagyok, ez már megint történelmi, hogy úgy mondjam, helyzetben lehet nagyon szépen kibontani. Tehát most egyelőre ezt tegyük zárójelbe, csak el szerettem volna oszlatni olyan félreértéseket vagy dolgokat, hogy hát az ember esetleg nem tudja, hogy egyik másik krónikában mi van. Egy biztos tudjuk, de az, hogy Magór és Magók jelentése mégiscsak egy közös szógyökben válik azonossá. Mintha ugyanannak a magnak, na de ki a magoknak az ősforrása? Teremtői, nemző magoknak az ősforrása. Nimród. Tehát mindig Nimródra jutunk vissza. Tehát ez kétségtelen tény. Tehát az ismert változatot mondom. Attila Isten kegyelméből nagy Nimród unokája, vagyis Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, és emlékezzünk vissza, milyen népek királya. És miért pont ezeket említjük? 1358-ban Attila nem csak ennyi népnek volt a királya, hát miért pont ezeket? Médek, gótok, dánok, hunok, királya. Gondolom azért tudjuk, a világ történelemben volt még egy-két nép, amelyik nép és nemzet szintjén Attila népének tételeződött. Tehát nem csak a gótoknak volt, hogy úgy mondjam, királya, vagy tisztázni kéne, hogy tulajdonképpen kik is ezek a gótok. Vizigótok, osztrogótok, mennyire lehet azt mondani, hogy a germán népek ős idejét idézik meg. Tehát lehet érzékelni, hogy Attila tulajdonképpen, mintha egy néppé válási folyamatnak lenne a jó pásztor. Hát a gótok például az ő ideje alatt váltak néppé. Na igen ám, de a hunok és a médek nem. Most a kettő között mi a különbség? A kettő között gyakorlatilag alig van különbség, de azért mégis van. Ha ő azt mondja, hogy hun, akkor lehet tudni, hogy az a magyar népnévnek a másik arcolata. Ő magyar király, tehát minden krónikában Attila magyar király, aki a hunok király. És ugyanazok a krónikák bennünket hol magyarnak hívnak egy mondaton belül, és hogy folytatja? És a hunok. Most ez Mátyás király idején már annyira általánossá válik, azért ajánlom azt a korszakot, mert nem nagyon lehet visszabeszélni. Amikor mondjuk egy Bonfigni, vagy egy Galeotto. Ezek mind Itáliából jöttek, műveltek, humanisták, tudósok, egyébként tényleg kiváló koponyák voltak. Galeotto a csillagászatnak volt az egyik legnagyobb szaktekintélye, olyan módon, hogy csillagászat története az ma is jegyzi az ő teljesítményét, és Bonfigni, hát az gyakorlatilag jövendőmondó képességekkel rendelkezett.
Tehát nem egy hétköznapi történetíróról van szó, és ezen a képességi körön belül néha fecseg, néha nem fecseg. Hát ez már az emberi tartomány. Néha az ember azt mondja, hogy elhiszem Bonfini, néha azt mondom, hogy na, ugye, hogy Olaszország, vagyis Itáliából jöttél. Hát most jött ki a tollakból. Tehát végeredményben ez már az emberi gyarlóságnak a világa ítélkezések vonatkozásában. De ott gyakorlatilag, ha megszólal Mátyás király, vagy Vitéz János, vagy Ország Mihály az ország nádora, vagy bárki, Korvin János, Szapolyai János, bárki megszólal. Háromféleképpen nevezi meg Bonfini az anyanyelvet. És ugyanarra a nyelve. Nevezi szkítának. Mondja hunnak, és mondja magyarnak. Tehát ez nem három különböző nyelv, hanem egyetlen egy anyanyelvnek ez legyen most a magyar, mert arról van szó, még a magyaron kívül a magyar nyelvet még kétféleképpen nevezték meg. De ezt már megint nagyon sokszor, hogy úgy mondjam, végigvittük különféle találkozások révén. Tehát itt én most megint nem szeretnék leragadni, csak érzékeltetni szeretném azt, hogy nyilvánvaló módon, ha azt mondja, hogy hunok királya, akkor én tudom, hogy vannak az ázsiai hunok, Észak-Indiában eltaliták a fehér hunok, tehát lehet minden hunnak a királya, akik mégis nem mi hunok vagyunk, hanem a hunorokonság széles körébe tartoznak, tehát meg lehet magyarázni, de mit kezdünk a médekkel? Ez az egyik legizgalmasabb tétel. Hát gyakorlatilag média Attila idejében, vagy Mada, vagy Méd birodalom, hát nincsen. Szaszanida perzsa világ van, abban a térségben. Tehát miért hangsúlyozza mégis minden krónikánk, hogy Attila tulajdonképpen többek között, sőt, hát nagyon illusztris a címe a névsorban, tehát elől van és nem a sor végén, a médeknek a királya. Tehát mi ez az utalás? Tehát ez miért lehet fontos és miért lehet érdekes? És még az ismétlés kategóriájába tartozik Attila viseletéről. Most nem az a lényeg, most gondolom érzékeljük, hogy Attila most tényleg naponta méd csizmába, méd nadrágba, méd bekecsbe, méd palástba, méd süvegbe öltözött, hanem gondoljuk végig, hogy gyakorlatilag majdnem, hát azért egészen nem, de majdnem egy évezred eltelt. Hát azért nagyon nem, mert még egy évszázaddal várni kell, de 9 évszázad biztos, hogy eltelt. És a magyar hagyomány Attila véréből származó, leszármazott uralkodónak úgy mondja el, amit nyilván az uralkodó is tudott. Attila a médek viseletében járt. Most ebből már őstörténetet lehetett volna, és kell is egyébként építeni. Mert ez azt jelenti, hogy Attila viselkedésében, vállalásában valami túl azon, hogy ő nagyimród unokája, és hun vagyis magyar király, valami a viselkedés, hát viselet. És a konkrét, hát mindennapi életben használja a viseletet. Tehát valamit Attila nagyon hangsúlyozott, vagy pedig hát az utókor. Na most, ha Attila nem hangsúlyozta volna, az utókor nem tudott volna volna. 900 év eltelik, jelenleg időszámításunk szerint. Gondoljuk végig, hogy ez mekkora idő. Ez hatalmas nagy idő. Gondoljuk végig, hogy Szent Istvántól 900-ig, hogy mi minden történik. És emlékeznek egy uralkodónak a viseletére, hogy milyen viseletben járt. Na igen, nem, de ezek a médek, ezekről tudni való, mert a viselet az mindig egy hitvallást is jelent, népnemzeti szinten és valamikor vallás szinten is. Az ő vallásuknak ókor óta, évezredek óta egyetlen egy hivatalos megnevezése létezik. Már kortárs időkben, és az utókor révéről. És mágus vallás. Tehát mágusok. Tehát olyan módon mágusok a médek, de tényleg
olyan módon, hogy hát hogy lehet ezt így szépen elmondani, hogy még az egyik méh törzs, csak hát itt a ókori források, legismertebb források, Hérodotosz és Sztrabon, hát Hérodotoszról már a 19. századi történetírás azt terjesztette teljes joggal, nem a történetírás atyának kellene Hérodotoszt tartani, hanem a hazudozás atyának. Na igen ám, de hogyha én egy korról csak egy ilyen beszámoló anyag révén tudom, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem léteztek médek, nem léteztek egyiptomiak, csak ez körülbelül olyan, hogy a mai aktuál politikai helyzetről, hát nem mindegy, hogy én kit kérdezek meg. Azért van különbség. És az egyik megállapításnak gyakorlatilag a történelmi valósághoz nem nagyon sok köze lesz. Pedig szerepel, hogy Magyarország, szerepel, hogy magyar nép, szerepel a dátum, hogy mikortól van az és az a miniszterelnök adott eset. Tehát minden stimmel, csak éppen mi miért történik és hogyan, meg ott volt-e vagy nem volt ott, meg mondjuk minimum 500 000 ember ott volt vagy nem volt, itt már aztán lehet hazudozni. Tehát, hogy Hérodotosz miért egy ilyen inguványos terület? Hát ezért. Ő soha nem tagadta, hogy ő görög. Na most innentől kezdve pedig lehet érzékelni, hogy hogy húzott a keze, amikor ő fogalmazott. És hát nagyon sokan, sokféleképpen már réges-rég bebizonyították, nagyon sokszor nem is járt azokon a területeken. Mert lehetetlen is lett volna. Ha csak nem repülővel nem röpköd adott esetben, és ilyen különleges diplomáciai státuszt. Most ettől függetlenül vannak pozitív adatok is, tehát ez kétségtelen tény. Tehát most nehogy mindenestől elhatárolódjunk mondjuk Hérodotosztól, csak tudni kell, hogy az ő megállapításaiban mindig van egy olyan kis, hogy ez valóban így volt. És főleg akkor, amikor elkezd történeteket mesélni. És gondoljuk végig. Elkezd történeteket mesélni, hogy ő születése előtt 500 évvel, mondjuk egy méd király mire gondolt. És akkor mire gondolt mondjuk az ő első számú vezére, most a magyar hierarchiát figyelembe véve mondjuk egy nádor, és mire gondolt mondjuk egy mellőzött trónörökös. Na innen jön a Szabó család története. Na de az uralkodó nevek az stimmelnek, tényleg volt olyan időszak, tényleg ezek a nevek, volt hasonló történelmi esemény, csak hát ahogy mondjuk kifejtésre kerül és kibontásra. De egy biztos nem csak Hérodotosznál maradt fent, a médeknek volt 6 vagy 7 törzsük. 6 vagy 7 törzsük, általában 6-ot szoktak leggyakrabban emlegetni, de lehet tudni, hát ahol van 6, ott biztos, hogy van 7. Egészen biztos. Mert a médek is valahonnan oda kerültek. És hogyha egy nép elindul, akkor a szerveződési rendje, akár aztéknak hívják Mexikóban, akár Belső Ázsiában pártusnak, ha ők elindulnak valahova, abban a pillanatban milyen lesz a törzsi szerveződés. Milyen ütemezésű. Tehát egy 7-es csomópont világot alakítanak ki. Tehát miért éppen 7-es? Lehet tudni, dinamizál a 7-es szám, tehát mozgásról van szó, és állítólag egy 7-ességet a leggyengébb képességű ember is pillanatok alatt át tud tekinteni. De olyan módon, ha 7 tárgy van az asztalon. 7 busz megy el a buszpályaudvar felé. Tehát tulajdonképpen 7-es az a szám, ahol még úgy az ember átlát. 8-nál már problémák vannak, már bejön a bizonytalanság. De általában a 7-esig semmiféle probléma nincsen. És a mozgásról van szó, hát ha útra kell egy nép, akkor milyen szinthez igazítja az ő belső tevékenységét, kozmikus szinthez, és mert 7 égitest, vagyis bolygó változtatja
az égbolton a helyét úgy, hogy szabad szemmel is meg lehet figyelni, tehát teljesen egyértelmű, milyen rendszert fognak választani, ha már útra kerülnek. De akár 6 vagy 7 törzsük van a médeknek, az egyik törzsnek az a neve, hogy mágus. Tehát így, hogy mágus. Tehát ők a mágusok. Aztán megy a vita a vallástörténeti szakirodalomban, népszerűsítő irodalomban, hogy akkor most ezek a mágusok, ezeket úgy hívták, vagy tulajdonképpen ezek papok voltak, és azért mágusok. Hogy olyanok voltak-e mondjuk, mint Indiában a brahminok, hogy egy papi kasztot képviseltek. Hát ki lehet találni, hogy valószínűleg amennyire egy törzs volt, hát bizony vallási szinten pedig egy mágus papi kasztnak volt a legerőteljesebb képviselete. És hát ennek a méd mágus világnak viszont van egy kiegészítője. Sőt, hát van egy negatív kiegészítője, és van egy pozitív. Tehát az egyikkel tud közösséget vállalni minden pillanatban, a másikkal viszont hát történelem színpadán olykor hatalmas nagy problémák támadnak. És a káldeus mágusokkal, a méd mágusok mindig valami láthatatlan, nyugodtan mondhatjuk, mint egy belső testvéri szövetséget alkottak volna. Tehát ha a káldeus mágusok veszélybe kerültek, akkor a médektől mindig kaptak segítséget. Tehát lehet érzékelni, hogy ez a két nép, hát az egyik bent van Mezopotámiában, és mindig is bent volt, a káldeusokat a mezopotámiai történelem vonatkozásában, a legősibb népréteggel azonosították. Na igen, ám, de az a Sumer volt. És nagyon sok orientalista elmondja, hogy igen, Sumer törzsek, hát ebben a káldeus népben élnek tovább. Tehát amit mi káldeusnak mondunk, nyugodtan hívhatjuk Sumernak. Csak az egyik egy korábbi időszak, a másik pedig egy akkád korszak után induló általánosabb megnevezés. Na de, ez is csak ténykérdés, a Sumer soha nem mondta Sumernak. Tehát ez az akkád korból származó egyik népszerű megnevezés, nem is biztos, hogy Sumerként hangzott, tehát a Sinjártól kezdve, ami az Old Testamentumban szerepel, még az is a hangalaki változatokhoz tartozik, a Szamár is, a Szamária. Tehát gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy van egy sziszegős, van egy emenenyással hangzó, és hát van egy elerjémással hangzó kategória. De hogy hogyan ejtették, hát a magánhangzó. Lehet, hogy az M-nek tételezett mással hangzó előtt volt egy magánhangzó. Hát hangsúlyozom, ez innentől kezdve csak olyan sejtés, hogy Sumer. De lehet Sumer is, lehet Sumer is. Hát gondoljunk végig, mekkora viták voltak a 70-es években az emigrációs sumerológusok és a hazai asszirológusok között. Most a hazai asszirológusok, azok asszirológusok voltak minden tekintetben. De akkor most hogy kell írni, megejteni? Hát Badényi Jós is egy külön világot képviselt. Mindegy, úgysem tudjuk, hogy hogyan. Ilyenkor mindig az dönti el, hogy a nyelv, az hogy áll rá. Hát valószínűleg legkevésbé a Sumer. Ez valahogy úgy érzi az ember, hogy nem Sumer. Szóval ezt uraltái népek biztos, hogy nem így nevezték. Lehet, hogy esszel, lehet, hogy zével. Na, most egyelőre ne is közelítsünk a kérdés felé tovább, hanem magukat hogy nevezték. Volt egy K, KHGG-mással az a kategória, volt egy N, volt egy G, és volt egy R. Na most ki lehet találni, hogyha ezt H-ba átváltjuk, minden lehetőségünk megvan, akkor pont azokat a mással hangzókat kapom meg, ahogy általában bennünket a külföldiek neveznek. Ez a hungár, kangár, hungárnak a névváltozata. Hogy ezt ne lehessen felismerni, és ráadásul gondolom tudjuk, hogy kun törzseket neveztek így. És akkor a kunok véletlenül nem a hunoknak, és a kangárnak is hívják őket, akkor nem a hungároknak a testvérét. Hát valami miatt IV. Béla király befogadja őket.
És az ember már tényleg elkezd tűnődni, na csak óvatosan, hogy persze, hogy tudjuk, hogy volt egy kun nyelv. De egyáltalán nem biztos, hogy a kunok itt tanultak meg magyarul. Hát ahhoz képest úgy tudnak magyarul, és szinte sehogy nem tudnak kunul, hogy én bizony feltételezni tudom, hogy az a sok nyelvűség, ami általában bizonyos időszak, nem minden időben, de nagyon sok történelmi időszakban, nagyon sok népre, családra és emberre jellemző, hogy két-három nyelv mentén éli le az életét. És szinte egyenrangúan használja őket, attól függetlenül nyilván van egy anyanyelve. Tehát van egy ilyen, hogy úgy mondjam, olvasati lehetőség, és akkor viszont meg kell emlékeznünk Badinyi Jós Ferenc azonosítási kísérletéről, ez a bizonyos MHGR. Tehát, hogy végeredményben szerinte, és van rá utalás, ezt a népet magarnak hívta. Magar. Csak hát magunkat tudjuk, hogy magarul, úgy megint csak nem beszélünk, hogy magar. Azt viszont mondjuk, hogy magyar. Tehát a H az pillanatok alatt ki tud esni. Pillanatok alatt ki tud esni. És aztán lehet mondani, hogy a ma az nagyot jelent és hatalmast jelent. És hát tulajdonképpen a nagy és hatalmas tudásnak lenne a magar a népen. Na most, ha tudjuk azt, hogy a H az amennyire kis finomnak tűnik, mégiscsak köhögős hang. Tehát ha egy gyerek köhög, akkor nem csak köhög K-hangokkal, hát ott van H-hang is, tehát K-H-G-G, tehát más hangzó kategórián belül. Akkor már ott vagyunk a lényegnél. Tehát tényleg, magar az egyenlő magyarra. Tehát igaza volt Badinyinak, tehát semmiféle, hogy úgy mondjam, nehézségben nem ütközik az azonosítás. Viszont gondolom érzékeljük, visszajöttünk a magnak a népéhez. Tehát akárhonnan járjuk végig a históriát, a népneveket, az ősneveket, a mag az valahogy mindig valami magas tényezőként jelenik meg. Tehát egyszerűen nem lehet kihagyni. Na most ennek a magarnak, vagyis Kangarnak, vagyis a sumér népnek, lenne elnyomatási időkben ez az akkád korszak, a déli vidékeken, a folyótorkolatnál, két nagy folyótorkolat vidékénél a hatalmas bocsánat voltak, még vannak is maradványaikban. Tehát ők ott gyakorlatilag Babilontól délre nagyon jól meg tudták magukat húzni. És mindig délről indították a Mezopotámia felszabadítását célzó szabadságharcukat. És mindig egy irányból kaptak segítséget, legközvetlenebb környezetükön belül, Médiából. Tehát ha a Méd segítség időben megjött, akkor a káldeusok, azok gyakorlatilag Tigris és Eufrátesznek térségét, északi irányban Babilóniáig, hát egyébként az már elég lent van, tehát most egy ilyen helyzetben, most képzeljük el ezt a 93 ezer négyzetkilométert. Csak olyan módon, hogy ez a 93 ezer négyzetkilométer most a Kárpát-medencének valamelyik szegletében van. Tehát Mezopotámiában gyakorlatilag az ős hazakérdés a sumér nép számára úgy jelent meg, hogy leszorultak délre, ahol mindig is voltak. Oda nem lehetett utánuk menni. Gondoljunk nálunk a régi, hatalmas, nagy sárréti világra. Szűcs Sándor erről gyönyörű tanulmányokat írt. Ez lent van Debrecen, Üspökladány térségében, és gyakorlatilag elmondja ő, hát aki pár évtizeddel ezelőtt meghalt, hogy voltak olyan bojtárok, akik pásztorral bementek mondjuk a sárrét világába, és a bojtár egyszer csak 50 év múlva, akkor életében először, mondjuk besétál a kargacagi vásárra. Tehát el lehetett rejtőzni, nem erdőkben, hanem ebbe a labirintus szerinti vízi világba. És messze a felső Tisza vidékig húzódott.
tehát a Hortobágyon túl, hát ez hatalmas nagy területen. Hát ezeket írtották ki a Habsburg későbbi évszázadok. Tehát a kiegyezés korától kezdve az utolsó tartalék mencsvár helyek, rejtett helyek kiirtása is nagy ütemben kezdődött el. És akkor képzeljük el, ahol érintetlen paradicsomi vízi világ. Tényleg oda nem mertek utánuk menni. Ők viszont néha kimertek jönni. És akkor mindig egy szabadságharc vette kezdetét. Na most a Káldeus, hát az, hogy a Káld család név. Káld. Akárhogy folytatja, Kálditól, Káldu, és a kurdi sem ide tartozik. Hát bármennyire hihetetlen, hát erre elváltásra gondolok. Egy viszont egészen biztos, hogy mert ez vízi világ, tehát vízi világ. Mindenféleképpen, hát eleve ott van délen már az óceán. Ott van a mocsaras torkolatvidék. Ott van a folyóknak a csatornázási tevékenysége. Melyik égites neve bujkál benne a Káld népnévben? Magyarul természetesen. Nem, de hol? Hát persze. Tehát megint csak van egy K, L, D, ez egy enyhébben egy H-ba megy át, és tulajdonképpen is mi mozgatja a vizeket? Hát bizony a hold. És egy nép, minthogyha ugyanezt a kozmikus ritmust venné fel, mert hol eltűnik, hol föltűnik. A káldeusok évezredeken keresztül így működnek. Néha eltűnnek fél ezer évre. Aztán pedig előbukkannak teljes pompázatban és fényben, és világtörténelmet alkotó tényezőként. Ugyanakkor amennyire a hold benne van, egy égtáj is benne van. Ebben a... Most a K marad, L marad, TD keleten. Hát ez megint csak teljesen egyértelmű. Tehát nagyon sok minden jelenik meg olyan módon mezopotámiai, de hát máshol is népnevekben, amelyek a mai, hogy úgy mondjam, hivatalos nyelvészet világán belül, hát ismeretlen eredetű a nép, nem tudjuk, hogy mit jelent, ismerjük ezeket a szövegeket. És érdekes módon mindig azok a népek ismeretlen eredetűek és nyelvűek, akiknek a szkítaságát kétségbe vonni soha senki nem tud. Azok mindig ismeretlen eredetű. Nem tudjuk. Nincsenek nyelvrokonaik. Valahogy csak megjelentek. Ilyenek voltak például a kassuk valamikor. Minimum fél ezer évig uralkodnak időnként. Mezopotámiában elfoglalják Babilóniát. Valahogy a méd szomszédságából jönnek. És hát gondolom tudjuk, a mai orientalisztika két néppel számol. Indo-európai, vagyis árja és szemita. Na most, ha vannak ma is még olyan, hát nem fogok elni, a méd az természetesen árja. Tehát az indo-európai. Na de indo-európai lett a pártus. Hát itt már milyen hetita, mint indo-európai. Nem megyünk, hogy nézi, jól van, rendben van. És akkor most képzeljük el viszont, akiket nem tudnak valami miatt. És kiderül, hogy a mezopotámiai történelme belül hát meghatározó népekről van szó. Tehát meghatározó népekről. És ma sem tudják, semmilyen eljárással nem tudják mondjuk egyik vagy másik nagy nyelvi család világából levezetni. Hát jó, mondjuk kevés is az emlék, de egy biztos nem is tudják. Nem is tudják. Na most, miről voltak nevezetesek tehát a káldeusok és a médek? Na most, ha az egyiknek a nevében benne van egy égitestnek a neve, de azért ne felejtsük el. Ugyan egy égitestre vezethető vissza zökkenő nélkül a neve, de a hold honnan kapja a fényét? Az alaptól kapja a fényét. És tulajdonképpen az égitestek általában, hát nem mindig, mert valamikor napszálltam talán, de általában a felkelésnek, tehát égitesteknek, csillagképeknek felkelési irányú, azt lehet tudni, hát az mindenféleképpen egy keleti irány felé fog tekinteni. És ez azt jelenti, hogy elsősorban az a lényeg, ami keletkezik. Na igen ám, de a hold világában, akkor nem csak e világon, hanem a túlvilágon is.
és leginkább hát ezeknek a nőknek a világ szemléletét az alapjaiban határozza meg. Most csak az emberre vonatkoztatva. Kik voltunk annak előtte, és kik leszünk ennek utána? Hát amikor Gilgamesről elmondják a mezopotámiai cseréptáblák, hogy kétharmad részt Isten, egyharmad részt ember, akkor ez magyarul mit jelent? Benne kétharmad, az halhatatlan. Egyharmad, az halandó. Hát melyik a halandó rész? Hát az emberi tényező. Tehát aki ide született, igen, csak egy hármasság, ami test, lélek, szellem hármasságát jelenti, a lélek és a szellem, az tulajdonképpen az isteni. Kétharmad részt Isten. Tehát nem halandó, hanem inkább halhatatlan. Tehát a kérdés az, hogy ebből az egyharmadból, a halálnak kitett részből, én hogy tudok kelet felé elindulni, holott nyugaton megy le egy napon belül a nap, és lehet, hogy fejem irányát figyelembe véve úgy temetnek, hogy arra fordítanak. Mert napszentület felé megy el, de mégis a keletet hívogatja. Akkor ez azt jelenti, hogy népnemzeti szinten, akik elmentek, azok visszajönnek. Hát nemzetségek így maradnak fent. Családok, népek. Tehát valahonnan visszajön. Nem ő személyében, hanem ebből a kétharmadból. A szellem és a lélek tartományának. Ahol viszont a testi kondícióknak is ott van a magva. Miért? A népekről ránézése lehet. Fizikai állap kinézésükről lehet tudni, hogy éppen hova jöttek és honnan valók. Tehát ez tényleg egy nagy misztérium. És hát a mezopotámiai népeknek az egyik legnagyobb, hogy úgy mondjam, hagyatéka vagy tudása, hát mindig ez a titokzatosság volt, hogy előtte és utána istenekkel való kapcsolat. És hát még valami, kádeusoknak, majd az ide vonatkozó szöveget fel is olvasom, olyannyira felolvasom, hogy még a szerzőjét is meg fogom említeni. Tehát az egyik az szicíliai Diodorosztól származik, a másik pedig Filontól származik. Nem tudom, hogy ki ismeri Filont. Egy alexandriai zsidó filozófus volt, ilyen platonista állítólag. És hát gondolom tudjuk, hogy Alexandria az egy ilyen szellemi központ volt az egyiptomi birodalom hanyatlása utáni évszázadokban. Tehát minden területről, Mezopotámiáról, Egyiptomról, amit leírtak, ami fogható volt, azt az alexandriai könyvtárban gyűjtötték össze. Na most miért választottam Filont? Hát azért, mert nem árt valamit tudni. Hogy az Ótestamentum, ami szigorúan mindig egy nép történelmi szemüvegén keresztül látja a világot, nem mindig mondja a káldeusokat bálványimádóknak és velejéig romlott embereknek, hanem vannak villanások. Tehát vannak villanások. Az Ótestamentum pedig magáról, Nimrodról, pont a Teremtés könyvében semmi dehonestálót nem mond. Meg lehet találni azokat a pontokat, hát gyerekek, ha ez így van, akkor viszont a rágalom eleve nem lehet igaz. Eleve nem lehet igaz. Ez nyilvánvaló dolog. Na most kezdjük szicíliai Diodorosszal. Kik voltak az úgynevezett káldeusok Babilonban? És milyen régiek? A káldeusok Babilónia legrégebbi lakosai közé tartoznak. Nincs félreértés. Az akkádok nem tartoztak a legrégebbi, tehát Hammurabi kora, nem a legrégebbi. Ráadásul olyan, mint egy futótűz. Csak érdekes módon, mert jól dokumentált futótűz, ezért pár száz évből úgy olyat csinálnak, mint hogy 2000 éven keresztül akkádok virágoztak volna. Nem virágoztak. Elvirágoztak. De viharos gyorsaságban. És akkor feltett, akkor kik voltak Mezopotámiában? Hát ez az.
Hát, hogyha ma agyon propagandált népek fikarcnyi múlttal rendelkeznek Mezopotámiában, és Mezopotámiának több ezer éves őstörténete van, hát akkor fel kellene tenni a kérdést. Minden esetre a válasz szívünk szerint való. Káldeusok Babilónia legrégebbi lakosai közé tartoznak. Helyzetük hasonló az egyiptomi papokéhoz. És most döbben meg az ember. Ugyanis ők mágusok lesznek. Tehát tulajdonképpen a mágus az jelent egy népet is, tehát népet is be lehet azonosítani, de ha nem az egész népet, akkor egy népen belül a papi kasztot fogja jelenteni, vagy társadalmat fogja jelenteni. Tehát, káldeusok, hasonló az egyiptomi papokéhoz. Tehát ezért nagyon sokszor nem mondják azt, hogy káldeus mágus. Miért? Mert ha valaki azt mondja, hogy káldeus, az ókornak abban az időszakában, amikor Jézus megszületik, egyértelmű, hogy mágus. Tehát nem kell magyarázni. Ez a hunni szíve hungari. Hunnok vagyis a magyarok. Tehát a hunnak mondja, akkor nem kell magyarázni, hogy ja, azok a magyarok. A magyar, mert tudja. És a káldeushoz a mágus hivatás hozzátartozik. Hasonló az egyiptomi papokéhoz. Még itt el lehet mondani azt egyébként, és illik elmondani, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy mire mondjuk a perzsa időszak, az Akameida perzsa időszak megjelenik, ezt egy kűrosz fogja majd elindítani. Aki nagyon pozitív szerepet tölt be állítólag, tehát hozzá kell tenni, hogy állítólag. Hihetetlenül jó a világ sajtója. Tehát ez azt jelenti, hogy Hérodotos bálványozza, Jeremiás próféta pedig messiásnak hívja. Tehát ez azt jelenti, hogy a korabeli világ sajtó Kűroszról minden jót elmondott. Aztán ki tudja, hogy valóban úgy volt-e. De ez biztos, gyakorlatilag verhetetlen. Népszerűségében, hát eleve a perzsák az alakulásukat innen fogják venni. Tehát Kűroszra a perzsák úgy tekintenek, mint mi mondjuk most visszamenőleg Attila királyra. Tehát számukra nagyon fontos. Csak van egy probléma. Félig volt perzsa. Az édesanyja méd volt. A méd királynak volt az ő édesanyja. Gondolom tudjuk, Kűrosz szellemi teljesítményét utána egy Dáreosz, vagy Kambüszész, vagy bárki meg se közelítette. Tehát nem érte már el. Tehát ez a Kűrosz, ez tulajdonképpen lehetne azt is, hogy méd volt. Hát persze, hogy az édesapa mondjuk perzsa volt, na de az édesanyja mégiscsak méd volt. És nyilván, ha egy király, a tulajdon lányát, méd uralkodóról van szó, egy perzsa előkelőnek adja, akkor az az előkelő nem lehetett akárki. Hát erre nagyon figyeltek. Hát különben nem is kell királynak lenni. Egy édesapa nem nézi meg, hogy kivel megy el a lánya. Hát lehet, hogy mai divat, hogy nem szól hozzá, de azért megnézi. És emészti magát. Na most régen az apuka megnézte, úgy pofozta ki a gyereket a házból, hogy a megnézés után, hogyha utána még volt bátorsága az utcába elmerészkedni, az már egy következő pofozáshoz tárgyalási alap volt. Régen még az nem olyan könnyen mentek a dolgok. És nem is olyan régen még, így volt. Hát idősebbek tudnak olyan történeteket mesélni, hogy az ő udvarlója vagy kedvese és a két család. Hát ott mindig állt a bál. Tehát hiába tartozott mind a kettő, ilyen család, olyan család, egy biztos, valahogy a lányokat nehezebben adták. Még a királyfinak is nehezebben. Olyannyira, hogy három próbát ki kellett még a királyfinak is állni. Tehát nem volt az elég, hogy jöttem, jó napot kívánok, én vagyok az aranyfogó aranyhajú királyfi, van fél országom, papukával összetesszük az ő fél országát, kis drága kedvesemmel pedig alkotunk majd egy országot. Ho-ho, komám, nézzél le a palota udvarába? 99 királyfi kérőnek karóban van a feje. Nem ilyen lesz a századik.
Na minden esetre tehát nem kell ezt tovább magyarázni, hát nyilvánvaló módon egy méd uralkodó akárkinek nem fogja odadni a lányát. És a méd uralkodó idejében, hát ez megmaradt Hérodotosztól a neve, megmaradt perzsa forrásokból, én most egyiket sem fogom idézni, állítólag a jövendőmondó mágusok megjövendőlik, hogy az egyik lányának gyermeke le fogja őt taszítani a trónról. Most innentől kezdve jön Hérodotosz, Szabó családtörténete. 123. részt hallja a kedves hallgatói. Olyan történetet ad le, hogy az tényleg még olyanok is, akik ilyen Hérodotosz pártiak, meg egyáltalán ilyen indoeurópai szemlélettel nézik a világ történelmet, nem, hát ez képtelenség, szóval ilyen nincsen. Szóval ilyen bújta történeteket. És ráadásul elég vad, kegyetlen, és éppen ezért nem is részletezem. Tehát ahogy egy görög elkezdi nézni a világot, hát egyszer majd olvassuk el az Illiászt és az Odüsszeát. Ki, kit, mikor, hogyan csap be. Aztán mennek ilyen történelmi sorozatok. Ilyen, kicsit ilyen tudományos, fantasztikus bugyuta szinte, nem is tudom, hogy jó ez, nyilván ennek van egy stílusa, most a filmiparról van szó. Vagy mennek népszerű, hatalmas nagy filmek. Hát a görög centrumú történetek, azok mindig gyilkosság sorozatok. És például a görög papa a görög királyfinak elmondja, beviszi egy barlangba és beavatja. Istenek története. És akkor hosszú. Ez az Isten fejbe rúgta azt az Isten. Mire az az Isten kibelezte ezt az Isten? Mire ez az Isten a másik Istennek kiszúrta a szemét? És gondolj végig, így nőttek föl. Hát nekünk már egy Kerényi Károly, vagy egy Gréf, hát már ilyen ismerjük, demokratizált. Demokratizált. Félelmetes szemlélet. És sokszor hiányzik ez a szemtől szembe. Szemtől szembe, hanem alattomos módon. Hát Makedón nagyságú. Hol szívta magába az első levegőt? Hiába Makedón, de ennek a szellemiségnek a képviselője. Városokban gyerekeket mészároltatott le. A nagy-nagy Sándor. Gyűlölték az ókori népek. Miért? Mert népírtó volt. És gátlástalan. És még a kozmetikázott irodalom sem, csak hát nálunk milyen a kozmetikázott irodalom Julius Caesartól. Hát mindegyikről, de nem úgy, mint a Bibliáról bizonyít statúról. De maga Julius Caesar mondja el, hogy 10000-es nagyságrendben írtotta ki a kelta falvakat Galliába. Ő maga mondja. Tehát azért a világtörténelem, hogy miért futott oda, ahol most van? Hát meg volt alapozva ám az ókorban. Csak amikor már lehetett tudni, hogy az alapok azok ilyenek, még jelen voltak a fények. Még az erkölcsi tartás más népek képviseletében elérhető módon és lehetőségként volt jelen. Tehát vissza a káldeusokra, mert most cikázunk a médek és a káldeusok között, de majd a tudományuk egyé fog válni. Tehát Istenek tiszteletéről, az ő feladatuk az Istenek tiszteletéről gondoskodni. Egész életükön át bölcselettel foglalkoznak. Kiváltképp, mint csillagfejtők híresek. Szorgosan művelik a jóslás művészetét, amelynek segítségével a jövendő dolgokat előre bejelentik. Na most kik jelentették be, hogy Jézus Palesztinába meg fog születni, vagy meg is született? Káldeus mágusok. És olyan módon, hogy amikor a három káldeus mágus napkeleti bölcs a pártus birodalom területéről megérkezik Jeruzsálembe, sem Heródes, ez önmagában még nem nagy dolog, de nem tudott arról, hogy most éppen nem hogy egyetemes megváltónak, de ilyen kűroszi messiásnak
a jelenlétéről sem tudtak. Tehát egyszerűen nem számoltak vele. És írástudók és farizeusok, tehát az írástudók is mit mondanak? Megnézzük. Most gondoljuk végig, ez egy milyen kínos, tehát ez egy nagyon kínos történelmi pillanat, mert ez egyértelműen azt jelenti és jelzi, hogy éppen ott nem vártak ilyen leszületett minőséget. Hát nem is tartja ma sem a hithű zsidóság messiásának Jézust. Nem úgy megváltó, messiás. Tehát ez azt jelenti, hogy nem mondja azt, hogy az én királyságom nem e világból való. Mert azt mondja, az én királyságom ebből a világból való. És kész. El van intézve a globális szinten a világuralmi kérdés. És az ember felteszi a kérdést, akkor viszont miért ez az elképesztő, hatalmas, más típusú propaganda? Hogy már tényleg megszületik a kisgyerek, még beszélni nem tud, de ha mondjuk vallásos nevelést kap, már eleve úgy gondolkozik. Hát mind a négy evangélium jelzi, de a Lukács és a Máté, és itt leginkább a Máté, mert ott vannak a mágusok. Jeruzsálemben senki nem vár semmit. Másra várnak. Tehát olyan módon, hogy az életnapi ritmusának megfelelően. Na igen, nem. De ha ótestamentumi proféták jövendölték meg, akkor miért nem jövendölték meg, hogy mikor? Mikor tájt? Mert azok a jövendőlések, azt kell mondani, hogy ahogy mi megkapjuk, azok nagyon általánosak. Ezt már ezerszer sikerült elmondani, ez olyan, hogy nagyon általános. Emmanuelnek fogják hívni. Hányszor mondja az ember, és nem Emmanuelnek hívják. De azért a proféta megjövendülte. Mert azt jelenti, hogy velünk az Isten. Igen, ez már magyarázat. Hát persze, hogy az Isten fia megszületik velünk, az Isten. De nem Emmanuelnek hívják. Ennyi. Kész, mehetünk tovább, lapozhatunk tovább. És azért nagyon sokan az őskereszténység indulásának idején, hát nagyon sokan az úgynevezett írott források túlnyomó többségét, amit mi ma vallási szinten megkapunk, nem tekintették hitelesnek. De most az ilyen egyházatyákat viszont pillanatok alatt, hát nem egy nap alatt, de 50, 100 év, 150 év, 200 év alatt gyakorlatilag az ilyen gondolatokat teljesen minimalizálták és kiirtották. Tehát az ilyen egyházatyákat kiátkozták. Műveiket betiltották, elégették, szétszúzták. Na de honnan szedték, hogy azért nem biztos ám az, hogy minden úgy van. Az egyfajta minden úgy van. Az egyfajta. Hát, hogy valahol létezett még 12 Máté evangéliumban. És még 24 Márk evangélium. Gondoljuk végig, hogy egy úgynevezett apostolnak mondjuk, hány levele van, ha mondjuk az hiteles. Vagy hányszor tud megszólalni, vagy hányféle változatban hivatkoznak aztán későbbi szerzők rá a tekintélyhez való hozzásimulásra. Érdekében. Na egy biztos, a szír kereszténység szent könyve, amit megint csak azért, mert annyiszor olvastam én már fel, hogy most egyelőre szüneteltetjük, de az a szír kereszténység szent könyve, Szent Efrén a szerző, most ő leírja, elmondja, hogy ezek a káldeus mágusok, tehát akik elmennek Betlehembe és megtalálják Jézust, ezek a csillagok járását, őseik tudása révén olyan pontosan ismerik, hogy amit megjövendőlnek, az nem olyan, hogy 50-50, fele-fele. Hát azért van benne igazság. Jotengritféle jövendőlés. Hát azért van benne igazság. Hát miben nincs igazság? Ludas Matyiba is van. Akár karikatúrába, akár szöveges viccbe. Hát a jövendőlés az nem olyan, hogy futballcsapat. Hol eltalálja a labdát? És ha eltalálja a labdát, ugye van benne valami. Hát eltalálta a labdát. Hát úgy játsszák, hogy el kell találni a labdát. Tehát tulajdonképpen meg kell nyerni a mérkőzést. Most
a jövendőmondó, az nem olyan fele-fele, meg egyharmad, kétharmad. Ezt is megtárgyaltuk, ez egy kockázatos mesterség volt. Király környezetében, Babilóniában, vagy a kínai császárságban, vagy az aszték birodalomban egyszer nem jött be, amit mondott, és mi lett? Érzékeny búcsút vettek, és nem is könycseppek közel, levágták a fejét. Tehát ennyi. Hát gondoljuk végig, Kínában egy asztrológus véletlenül egy napfogyatkozást elfelejtett bejelenteni. Levágták a fejét. Pedig az nem jövendőlés, csak az, amit egy csillagásznak tudni kell, mikor vannak az eklipszisek, mikor vannak a hold napfogyatkozások. Ezt ki kell számolni. Tehát ilyen, jó, semmi baj, majd a következő napfogyatkozásnál, majd Kossuth díjra előtt semmi probléma. Tehát az a helyzet, hogy keresztény források, nem keresztény források, káldeusokról azt mondják, hogy általánosságban, hogy amit mondanak, az beszokott következni. Na de miért? Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy milyen vonzó ebben a Mezopotámiában, vagy mi az, ami az ember, mert részletekkel elkezdünk foglalkozni, emberért mondja, nekem az épírás sem olyan, nekem ez a szobrászat sem olyan, nekem az ember elkezd nézegetni, és amit így kínálgatnak nekünk, hát azt mondja, hogy ez, hát mi ebbe a nagyszerű? Hát ez maradt meg, a népek pedig kiirtott. És a népek tudása volt nagyszerű, és csodálatos. És akkor valószínűleg, hogy ami megmaradt, hát az a csacsogó-kacagó felszín. Mert ha még Egyiptomban is marad meg olyan ábrázolás, hogy a hal szájából jön ki a növény inda, és a végén ott van a virág. Magyar népművészet. Tehát a beszélő állat. Na most egy hal viszont kimond egy világot, egy hal, akkor az csöndbe mondja ki, és nem ezt a világot mondja ki, hanem a túlvilágot mondja ki. Na most múzeumokban volt, melyik egyiptomi emlékanyag sehova nem fog bekerülni? A beszélő állat. Mert erről már 19. században is lehetett tudni, hogy milyen kultúrák tudják beszéltetni az állatot. És elvétve jelenik meg. Egy-két ilyen kalóz kiadványban, mondjuk egyiptomi művészet, hogy teljesen véletlenül. És aki végiglapozza, észre se veszi. Hát könyörgöm. Hát ez már tényleg olyan nyelven szól, amilyen nyelven az egyiptomi nyelvet senki nem engedi meg. Hát van egy-két magyar nyelvész, aki következetesen képviseli, de a világ nem hajlandó megszólaltatni. És hát bizony Mezopotámia is ez a kategória. Tehát az kerül ki a, hogy úgy mondjam, a frontvonalra, tehát múzeumok rangos kiállító termeibe, ugyanakkor pedig albumokban, ami egy indo-európai szemléletű orientalistának is viszonylag érthető. Ők állítják össze. Tehát a világtörténelem képét azért Mátyás halála után nem Mátyás királyok alakítják. Tehát nagyon érzi az ember, hogy néha eltúlozva kapunk dolgokat, túllő a jelentőségén mondjuk egy ilyen, már akár az asszír birodalomnak is a képanyaga. És az ember várna ezt a mezopotámiait, várná azt a tényleg igazi dugdosság. Szó szerint dugdosság. De nem rossz szándékúan, hát számára az lesz a provinciális. Hát neki mi a jó? Ha a kutyát farag meg a szobrászművész, a kutya ne beszéljen, hanem olyan élethű legyen, hogy halljam, hogy ugat. Csak így ebből tud tájékozódni. Hát ezeket Papp Gábor számtalan alkalommal elmondja. És tényleg ez a helyzet. Tehát mi ezerféle szűrőn kapunk meg ősműveltségeket. És gondolom észrevettük, hogy a legtöbb könyvben, mondjuk Mezopotámia tananyag,
gyakorlatilag helyjel közzel ugyanazok a slágertémek kerülnek be. És gondoljuk végig, raktárakban több százezer pecsétlő van. Mert olyan archaikus az ábrázolásuk, hogy ez aztán tényleg. És alig publikálnak tényleg rangjukhoz méltó, az ott a személyazonosság, a pecsétlő, pecséthenger. Hát gyakorlatilag az volt minden. Köré szerveződött a társadalmi hitelességnek és az emberi neveknek is a világa. Ugyanazt a nyelvet beszéli, mint a mi képírásunk. Elvétve, és ilyenkor mindig rossz minőségű a fényképfelvétel. Hát érdekes mondom. Mindig. Hát vannak olyan pecsét ábrák, hogy az ember már nem tudom ötödik könyvben nézni, mert szeretné mondjuk kifényképezni diaképre, vagy most már másra is fel, és egyszerűen nem lehet. Mert minden könyvben úgy szerepel, hogy ne nagyon lehessen látni. Na, túl van a dolog, megint csak 5 perccel túlléptük, tehát most már lehet, most már engedélyezni. Tehát visszatérve a káldeusokra. Mert azért az idézetet felolvasom szóval. Tehát kiváltképp, mint csillagfejtők híresek. Szorgosan művelik a jóslás művészetét is, melynek segítségével a jövendő dolgokat előre bejelentik. Tehát nincs félreértés. Jövendő dolgokat előre bejelentik. Tehát nincs rébusz. Hát úgy gondoltam, ez nem pülti a széke. Pedig az is egy nagyon fontos, a delfoiós, de a delfoi orákulum. Tehát félreért, de ez egy teljesen más típusú. Ott tényleg révületben, ott nem a csillagos ég volt alapján, ott egy révületben. Na most révületben sámán révülések is ilyenek, azért van a sámánnak segédje, azért veszik révülés közben körbe, az egy-két szó, ami olyankor kijön a száján. És minél emelkedettebb egy közösség, annál inkább nem dódonai számára ez a kimondott egy-két szó. Hát azt mondja, abetyár mindenit. Akkor így készülünk, úgy folytatjuk. Na de ha a nyelvet sem beszéli, mert hát gondolok a delfoi Jósdára, hát ott gyakorlatilag boldog-boldogtalan küldte a követét, hogy küldi a jövendől jön neki. És képzeljük el, 3 tolmácson keresztül egy jövendőlés. Adott esetben. És ez lehet mondjuk szíriai uralkodó, lehet palesztinai, lehet a római uralkodó. Egy biztos, már tolmácsa van amúgy is szüksége adott esetben. Tehát, itt most csillagfejtésről van szó. Szorgosan művelik a jóslás művészetét is, hát ezt már mondtam, amelynek segítségével a jövendő dolgokat előre bejelentik. A rossz dolgok eltávoztatására és a jók elérésére különféle módszereket használnak. Na ez a mágia egyik része. Tehát a rossz eltávoztatására, a jók elérésére. Ha ők mágusok, akkor a mágia egyik, hogy úgy mondjam, tartománya, pontosan ez, és ez az alkalmazott mágiának az a szintje, ez nem a legmagasabb rendű, de lehet nagyon magas rendű is. Akkor világkatasztrófát akar elhárítani, és el is tud hárítani, mert olyan erkölcsi lélekről van szó. Hol megtisztítást, módszereket, szertartásukat, hol áldozatot, hol varázsénekeket. Hát itt a varázsének, mert a varázslatról még lesz. Jártasak a madárrepülés értelmezésében, mert mindezt azért kell ennyire kicsit lassan, vontatottan kiemelni ezeket a funkciókat, mert majd folytatjuk a 13. századi kassai kódex emlékanyagával. És kiderült, honnan idézni. 13. század. És van köztük több mint 1300 év. És emlékeztetni szeretnék krónikáinkban, abban a bizonyos kassai kódexben ezeknek a papoknak egy nevük van. Nem Varázsló, nem Bőpályos, nem Kuruzsló, nem Vajákos, ismerjük ezeket, jól le vannak már járatva. Mágus. Multos Magus.
vataféle nagy koránylázadás idején. Tehát sok mágus gyűjtött maga köré. Fordítások, sok bűvályos gyűjtött maga köré. Elképzelem Vatát, elképzelem Szent Gellértet. Ugyanis Gellért is ebben az időben, abban a csapatban focizik, akik orszóló rémuralmát meg akarják szüntetni. És érdekes módon, hogy az ember elképzeli ezt a csapatot, Gellértel, Gellért nélkül, sok bűbájussal. Jönnek bájolók, bűnözkedik, és természetesen ki még tud versenyen indulni, hogy milyen sármosan tudja elmagyarulni. Tehát madárrepülés, és vannak ezek általános dolgok ám. Hát minden nép körében ismert mindegyik. Csak van egy érdekes dolog. Az ismert világtörténelemben kik vitték a legtökéletesebb magaslatot, ezt a nagyon ősi divinációs módszert? A káldeusok és a médek. Tehát verhetetlenek voltak. Tehát utána jönnek sorban az egyiptomi papok. Csak utána. Hát ezt megint csak mindenki tudja, hiába Ptolemaiosz-kor, mégiscsak Egyiptomban vagyunk. Nem az egyiptomi asztrológia megy Mezopotámiában, hanem a mezopotámiai káldeus asztrológia megy Egyiptomba. És az egyiptomi papok, hát Egyiptom végén átveszik ezeket a módszereket. Miért? Mert az övék nagyon tökéletes, de ez még tökéletesebb. És nem sértődnek meg. Na, mi egyiptomi papok vagyunk. Hát azért a tetszésindexünk egy kicsit jó. Hát azért elnézést kérek. Tehát, álmok és csodajelek magyarázatában. Na most az álom az nagyon fontos lesz, de megyünk tovább. Kiváló áldozatnézőknek is tartják őket, Bél Jós. Most az ember nem akarja elhinni, mert tényleg nem akarja elhinni, de az, hogy Bél Jós ezt a művelődés történet, vallás történeti szekciója, ezt milyen kategóriába emlegeti minimum a 19. század óta? A legmagasabb. Na mi hogy képzeljük el? Hát az idomítás csodája. Belegben turkálnak, babonás gőzökben elrévednek, és hát nyilván a finomabb falatokat juttatják azért a konyhára, mert nagyon cselesek azért. Nagyon cselesek, és csak a beleket teszik az Isten oltálára. Jaj, de huncutok ezek az ókori papok. Nem vicc, a úgynevezett nagy eszmerendszer idejében ilyen hárman szoktak szerepelni, aztán műveikkel tele tojták a világot. A valláskritika az gyakorlatilag ebből állt. Ebből áll gyakorlatilag. Tehát mondjuk a Bél Jós ókori kultúrák. És úgy megdicsérték ezeket a papokat mondván, azért milyen szellemesek. Mert az feláldozott állatok ehető jobb ízű részét azért csak a huncut papok ették meg. Hát azért voltak olyan kövérek. És a nemzetközi osztályharc azért fokozottuk. Mert a szegény, egyszerű, memfiszi vagy babiloni polgár, az mit kapott? Hát egy-két ilyen tulok körmök kapott, meg egy-két ilyen bélmaradványt kapott. És ezek a papok pedig azért úgy elintézték. Most egy biztos, hogy állatot feláldoznak, akkor az Isteni nem a testi rész, hanem a lélek. Tehát az állat lelkén keresztül teremtenek kapcsolatot. És kiderül, hogy az etruszkoknál, a káldeusoknál, hát azok már ősi sumér időszak, a legismertebb, a legfegyelmezettebb és a legpontosabb jövendő mondások, azok végeredményben hármas egységet alkottak. Tehát először mindig a csillagász pap jelezte, hogy milyen esemény következik be. Utána valaki álmodhat róla, és álmodott. Utána jöttek az álomfejtők. Még Dániel próféta könyvében is, Nabukodonozor udvarában. Tehát csillagászok, álomfejtők, káldeusok. Aztán Mátyás király, Bonfini, Mátyás halála előtt.
a csillagászok és az álomfejtők is rosszat jövendőltek Mátyás királynak. Igen ám, de ez a kettő így, hogy álomfejtő és csillagász, ez honnan származik? Kik gyakorolták a világ történelemben ismert név alatt? Káldeusok. Tehát ezt nem lehet profétával azonosítani, vagy egy buddhista szerzetessel. Tehát az, hogy egyszerre csillagász és egyszerre álomfejtő, tehát belső univerzum és a felső égbolt. Mind a kettő a legnagyobb titok, legnagyobb csoda. Hát az én belsőm, én számomra sokszor olyan elérhetetlen távolságban van, mint a csillagos égboltnak a csillagai. Na most ezt a kettő végtelent, ezt ember közelségbe hozni. Ezek vagyunk mi tulajdonképpen. Csak a testi észjárás, a testi kötöttség, a testi szintű élet, hát nem teszi minden nap élményé, hogy ami bent, az fönn. Tehát aki bolygók állásából, csillagképek, állatövi csillagképek közé járó bolygók állásából, fényszög kapcsolataiból, és ugyanakkor pedig álomból tudja megmondani, hogy mi lesz. Na most gyors kérdés. Amikor a napkeleti bölcsek eljutnak Herodes udvarába, és utána tovább mennek, honnan kapják az intést, hogy ne menjetek vissza Herodeshez? Álomban. József honnan kapja az intést? Álomban. Na most a káldeus mágusok csillagokból, álomból. József pedig csak álomból. Álom az mindannyiunk közös lehetősége. A másik tartomány sajnos azt kell mondani, hogy nem biztos, pedig ott van az is. Ott van az is. De a kettő, a felső és a belső így alkot egy tökéletes, hogy úgy mondjam, egységet. Tehát káldeusoknál a bölcsességnek ez az ága, ja igen, a mondat így szól. Kiváló áldozat nézőknek, tehát ez lenne a Béliós, tartják őket. És hát etruszk világból, Mezopotámiából kerülnek elő úgynevezett, hát ezek juhok, máj világát képviselik, tehát jumájok. Na igen, nem, de ezek modellek. Úgy mond, a tanító ebből tanította a béljóslásnak, hát mert ez mindig a máj köré szerveződött. Na most a máj, az magas vagy mély? Az a legmélyebb. Ami legmélyebb, mert nyilván magas. Hát az emberi szervezetben is állítólag, amikor minden szervünk felmondja a szolgálatot. Még mindig van egy mencsvár, a máj át tudja venni. Nagyon rövid időre. A máj az mindig Jupiternek volt a szerve, a szív pedig a napé. Tehát gondoljuk végig, hogy a hétbolygó rendszeren belül Jupiter vagy Zeus vagy Marduk, ő a teremtőisten, nem pedig a nap. És az ember mikrozodiákusán és mikrokozmoszán belül pedig a máj minden hagyományban, hát én most úgy mondom, hogy Jupiter, vagy más nyelven Jupiter, tehát azt a fényes csillagot nyilván máshogy fogják, nem Babiloniában álltak egy időben Marduknak hívták. És ezt a Mardukon ezen nagyon érdemes eltűnődni, mert egy M-mel indul a neve. Igen ám, de ez egy M-en egymással hangzó kategória. Tehát ez azt jelenti, hogy a saját kategóriáján belül, hát gondolom, hulló például. Ez mit jelent? Hát mondhatom azt, hogy két ellel érjük, de erősebben egy. Ugyanazt a hangot. Na de ugyanaz a hang, tehát a saját hang család jelölését is jelentheti. Miért? Mert egyszerre pörgethető MNN tartományban. Bármelyik irányban. Olyan módon, hogy azt mondom, hogy az M-et meghagyom, de N-nyel folytatom. És már ott vagyunk a mennél. És miért vagyunk ott? Hát az égisten Mezopotámiában állítólag Anunnak hívták. És akkor mindenki jön, hát aki jön, hogy ez az Anu, vagy An,
ugye így, ez a mennyei Istennek volt a neve. Most azért gondolom, tudjuk, hogy a teremtő atyai minőséget soha nem hívták anyunak, meg annak, meg egyebeknek. Viszont emen eny, világos, tehát az ékírás is ilyen. Tehát hangzó kategóriák. Tehát az nem alul, az maga a menny. Ámon nevében ugyanez van benne. Tehát ez azt jelenti, hogy menny, mennyei úr. És hát ámen is ez zárja le. Tulajdonképpen ez a pecsét itt a földön, hogy az ember azt mondja, hogy ott a mennyben. Na de itt most egy N-be hozzuk be. Tehát az M elé teszünk egy N. Utána jön egy R, utána jön egy D. És az ember felteszi a kérdést, hogy annyira aktuálisan, mondjuk, írott források, ezek leginkább ótestamentumi források, Nimrodról miért tudnak beszélni? És ki ez a Marduk? De hogy nem így mondták, hogy Marduk, azt gondolom tudjuk. Na most a tagvégződést leszámítva, tehát itt a köhögős hangot, tulajdonképpen milyen névhangok jelennek meg ennek a babiloni főistennek a nevében? Hát Nimrod nevében ugyanezeket fogjuk találni. És az ember nem mondja azt, hogy akkor Marduk lehetett azonos Nimroddal. Na de engedelmet kérek. Ha az asszirológusok Nimurtát azonosítják Nimroddal, ugyanolyan logika alapján lehet ezt is. Csak ez tényleg az a nagyságrend. Az ember érzékeli, hát Nimurta nem főisten. Viszont majd látni fogjuk, hát ha egyáltalán eljutunk oda, de elfogjuk, hogy végeredményben a legtöbb mezopotámiai vallási irányzat, de ez elmegy a mély Zarathustra vallásig. Görög, római, szír források, egyiptomi források. Kivel azonosítják a vallás alapítót? Nimroddal. Hát valahol, ha ennyire napra készen, azért mondják, hogy olyan, mint Nimrod. Aztán ez a Bibliából volt. Leszáll a koronája a szír kereszténység szent könyvébe. Azóta mondják a népek. Na igen, de az egyik, azóta mondják. Ez gyakorlatilag Jézus születés előtt, mondjuk fél ezer év, amikor leírják. Arámé és héber nyelven, ótestamentumi szöveget. Na de szírül, Szent Efrén, hát ezután 800 évvel, 900 évvel fogalmaz. És mit mond? Azóta mondják, hogy Nimrod koronája az égből szállt alá magyarul. Két mai fogalmaink szerint, ha egy kicsit nem vallási nyelven fogalmazunk, irodalmi forrás között majdnem egy évezred van, és elcsúsztatott mondatból mi derül ki? Nimrodról beszélnek a népek. Most ehhez képest a Babilon melletti törmelékhalmot, ami alatt az a bizonyos bábeli torony előkerült, azt gondolom, tudja, azt Nimrod dombjának nevezték. Még a feltárás előtt. És végigmegy Mezopotámián déltől északig, minden jelentős törmelék halomnak, a sivatagi homok beborított, ki a névadója? Nimrod. És hogyha ezzel szerényen nem elégszünk meg, átmegyünk a mai Törökország területére, felvágtatunk a Nimrodak tetejére, ahonnan az Eufrátesz felső szakaszát gyönyörűen lehet látni. Nimrodak mit jelent? Nimrodhegy. Hát Nimrod valamilyen módon sokkal hangsúlyosabban van jelen, jelen kell, hogy legyen, és nekünk nem az a feladatunk, mert becsületére legyen mondva az asszirológia, legalább keresi. Tulajdonképpen ki lehetett ez a Nimrod? És mi a Nimurta, Nimurta ugyanazok a mással hangzók örögnek benne kategóriák, mint a Nimrod névben, érdekes inkor szabad. Ilyenkor szabad. Ez a nemzetközi asszirológiának Komoróczi Gézával az élen az állásfoglalása, hogy Nimrod azonos Nimurta a hadászat és a vadászat asszír istenségével. Tehát keressük Nimrodot. És kiderül, hogy vannak olyan isteni rangban lévő bolygóistensége,
hogy bizony az ember azt mondja, hogy benne van az olvasati lehetőség. És ezt az olvasati lehetőséget Jupiterre azonosítják, tehát egy 7 bolygórendszeren belül. Na most melyik bolygót nevezi a mai népi csillagászati hagyomány is, és a középkori magas műveltségű magyar hagyomány a magyarok csillagának? A Jupitert. És a Jupiter az a vadászat, az az Isten királyság, az a méltóság. Most Nimrod milyen szerepkör? Korona. Égből száll alá koronája. Tehát lehet érzékelni, van egy nimródi hagyomány. Nimródi hagyomány. És hát azért kellett most ezt a menetet eszközölni, hogy amikor káldeus méd jelenségekről van szó, soha nem szabad elfelejteni, hogy végeredményben egy nimródi örökség van a háttérben. Na de aztán gatyába kell a dolgokat rázni, és akkor majd találkozunk Zarathusztrával. Görög források mit írnak? Nimród azonos Zarathusztrával. Az ember úgy érzi, hogy hát jó, ha egyszer élt Nimród, egyszer tegyük. Azért nagyon kellett, hogy ő éljen egyszer, hogyha ennyire ő minden. A Babilont az Ótestamentum szerint kialapította. Nimród alapította Babilont, Ereket, vagyis Urukot, Kálnét és Sinneát. Vegyük elő, Ótestamentum. Kik élnek Babilonban? Hát amikor jó pillanatot fognak el, ez körülbelül olyan, hogy 1541 óta kik élnek Budapesten. Hát mikor kik? Na most tulajdonképpen Babilon is ilyen. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig megpróbálják visszaszerezni, de ez nem mindig sikerül. És mint igazi nagy világvárosnak a lakossága, hát a szélrózsa minden irányába. Gondoljunk Alexandriára, gondoljunk Rómára. Tehát nem, most ezt csak azért mondom, hogy amikor majd a asszír korszak után jön Babilonnak káldeus méd visszavétele, az nem jelenti azt, hogy Babilóniában, Babilon városában mindenki ma született sumér. Vagy káldeus. Az egy kozmopolita színezetű, hatalmas világváros, ahol mindig a nemzeti és emberi arculatért kell küzdeni. És mindig a káldeusok viszik a kozmopolitizmus helyett be Babilonba vissza az eredeti értékeket. Ezért nem szeretik a káldeusokat. Miért? Mindig szabadságharcokat indítanak el. Gondoljuk végig mai világban. Izgága, kuruckodó, mert ez a honi berkeken belül, hát ez nem a mi honunk, de hát mégiscsak azt kell mondani, hogy magyar nyelven fogalmazzák itt, kuruckodással vádolják meg. És gondoljuk, szitok szóvá kezd válni Magyarországon a kuruc. És akkor második Rákóczi Ferenc, viszont az ilyen újságírók és politikusok egyértelműen kinyilvánítják, hogy ők lélekben, tedben, gondolatban mindig azon az oldalon állnak, ahol akik a magyar szabadságot leverik. Ez ezt jelenti. Ez nem szabadna tűrni. Kuruckodás. Lassan nem lesz szavunk, nem lesz történelmünk. Mert majd rá fognak mindent, hogy úgy mondjam, testálni. Amit mi nem nagyon kedvelünk, hogy rátestáljanak. És akkor ismerjük közmegegyezés. És azért gondoljuk végig, nem ide tartozik, de bizony így van. Rákóczi tér esete. Nagyon tudták ám, mindig tudták. Hát ez nem Andropov tér volt. Hát milyen egyszerű lenne? Vagy a nagy hármas triászból valaki. Senki ne gondolja azt, hogy az azért vált olyan népszerű, nem, pontosan tudták valakik, hogy majd így fognak beszélgetni, hogy megyek a Rákócira. Vagy voltál a Rákócin? Láttad, hogy mi van a Rákócin?
és Habsburg évszázadokban a vége felé 19. század, 20. század fordulóján terjed el az a szokás, hogy szent helyekre börtönöket és elmegyógyintézeket telepítenek. Börtönöket és el, Mária Loszka. Ez nem 45 után lett ám börtön. Egyik legfontosabb pálos szent hely. Tehát látszólag nem sok de bizony van. Miért? Mert ez mágia. Tehát ez a legsötétebb, legrafináltabb, legaljasabb fekete mágia, és akik gyakorolják sokszor ezért fekete mágia, lehet, hogy nem is tudják. Nem is értik a problémát. Hát miért? Ja, persze, csak hívták volna Malinovszkit térni, vagy bármilyen. Kiderül, hogy abban a pillanatban ott ilyen hivatást nem lehetett volna gyakorolni. Tehát ezért kell érdekes módon, még ma is tudjuk, hogy elképzelhetetlen lett volna, hogyha valamelyik nagy ilyen bajszos vezér nevé szerepel. Tehát nem kell ezt már tényleg ecsetelnésre. És velünk megszoktatják. Megszoktatják Budapestnek. Ugyanez Babilon is. Tehát sokszor Babilon, és mikor? Ókor utolsó évezredében úgy tönkreteszik, úgy elaljasítják, úgy globalizálják. Most kénytelen vagyok ilyen szavakat mondani, hogy valószínűleg az egyik uralkodó mondjuk, ha véletlenül oda csöppent volna egy 1000 éves, rá sem ismerne, hogy hol jár. Minden tönkretettek. Miért? Miért volt erre Babilon alkalmas? Mert földtörténeti szempontból az ilyen csomópontok nem csak arra a területre tudnak hatást gyakorolni, hanem a legjelentősebb földtörténeti csomópontok megszállása lehetővé teszi a föld egész megszállását. Hát úgy, mint egy akupunktúrás vagy egy reflexológiai pont. Tehát abban a pillanatban, ha az nagyon jelentős. Földtörténeti, és Babilon földtörténeti. És hát azt is tudni kell, hogy... 8 óra, igen. Na maradjunk annyiba, hogy majd szünet után, mert elműszünk. Na akkor van egy nagyon jó hírem. Ez a jó hír lehet, hogy sokak számára kellemetlen meglepetés. Most már semmi időben kötöttség nincs. Nem ilyen 7-8, meg 8 között, hanem egyik óra. Szünet. De egy olyan jó órára fölkészülhetünk. És valószínűleg akkor a témát visszük tovább, mert nem hiszem, hogy ma a végére fogunk élni. Tehát a káldeusokról, a szicíliai Diodorosz Krisztus előtti második évszázadban. Kiváló állatnézőknek, tehát Bélius, tehát tudni kell azt, hogy aztán ő eredeti szövegben hogy ír, hogy fogalmaz, az mindig egy külön kérdés. 19. században, amikor lefordítanak egy ilyen szöveget, akkor a kor hangvételének megfelelően fordítják. 21. században megint csak. Néha lényeges találat van, néha pedig úgy lehet érezni, hogy azért az eredeti gondolat sokkal feszesebb kellett, hogy legyen. Tehát ez a bizonyos Béliós kategória, ez még azért tart nagy érdeklődésre, mert ahogy jeleztem, van egy kettőség, ami összetartozik, tehát az asztrológia, most nevezzük csillagászatnak, és az álomfejtés. És a kettő együtt, a kettő külön-külön is működhet, de a káldeusok egy személyben mind a két területet a papi hivatáson belül tökéletesen képviselték. Tehát nem szakosodtak csak az egyik, vagy csak a másik terület felé, mert a kettő végeredményben valahol, valahol nagyon bent és valahol nagyon fent találkozni fog. És ez az a belső bölcselet, amit majd belülről erősítenek meg az áldozati állat máján való jelolvasás alapján. Most miért nevezik őket Béliósnak? Hát persze, hogy belső tartomány, de amikor
belső tartomány vallatnak, akkor belső üzenetre számítanak. És itt megint, kimondva a kimondatlanul, megjelenik egy Isten név is. És az Istennel való kapcsolat, ennek az Istennek a nevében a legfontosabb kapcsolat, az tökéletesen tükröződik, mert ha az Isten élmény belül nem jelenik meg, akkor semmiféle valóságos Isten ismerettel nem lehet számolni. Tehát Mezopotámiában, de gyakorlatilag ez túlterjed ám Mezopotámián. Tehát ennek az Istennek a bél-bál hangalaki változata, ez mindig a belső Isten élmény jelenti. Mindig belső Isten élményt akarnak elvenni, kicsit agresszív hittérítők. Mondván, hogy nem belső az Isten élmény, mert ott az ördög úgy cselkedik, hanem el kell olvasni a vallási szöveget. És majd onnan kell a következtetések útján az egy igaz Isten megtalálni. Na most az, hogy egyáltalán ezek a szövegek milyen régiek, hány fordításban kapjuk, hát az ilyen szempontú vizsgálatok az ilyet általában nem szokták mérlegre tenni. Most olyan máj modelleket találtak, hát ez a szakirodalomban a megnevezés, hogy máj modell, én sem tudok most jobban, mert modellezi a májnak a formáját. Tehát a szívnek a formáját könnyen lehet felrajzolni. Én a máj felrajzolására, máj modell felrajzolására nem vállalkoznék, de nagyon sok szent kerületnek vagy középkori várnak hasonló az alaprajza. Csak hát az ember azt hiszi, hogy hát úgy ment a fal. Na de a fal, mondjuk az alapok, azok valamit követ. Tehát végül is, ha nagyon keresnénk, meg tudnánk találni a megfelelőit a máj formájának, akár még a várépítészetben, vagy a szent területnek a kialakítási nyomvonalán is. Na most erre a máj modellre, vagy az ilyen máj modellre, tehát ez etruszkoknál napirenden volt, Mezopotámiában gyakorolták, mindenhol ismerték egyébként, csak innen maradtak meg agyag, vagy bronz, vagy más, néha még nemes fémből kiöntött máj modellek. És ott tulajdonképpen ott a máj már az egész univerzumot idézi meg. Tehát magát az univerzumot, egy belső univerzum működésrendjét fogja megidézni. És minden területnek megvan egy égbolt tartománya, tehát csillagkép vagy bolygó, és ugyanakkor pedig egy isteni tulajdonságkör. De aztán hogyan történt az innen való jövő mondás, én ezt nem tudom. Tehát senki ne várja, hogy most ilyen élő bemutatót fogunk tartani, és akkor na, mi sem egyszerű, de valami hihetetlen magasrendű, rangú tudásról lehetett szó, mert a mai hivatalos vallástörténeti állásfoglalás az, hogy ilyen csak magas kultúrák mentén jött létre. Na most, ha idáig eljutottunk, akkor most ugrunk a képes krónikában a vataféle fogánylázadás idején, mert ott multos magos, tehát sok mágus gyűjt maga köré, tehát szó szerint egy mágusok által elindított szabadságharcnak vagyunk a tanúi. És hát mivel három fokozatban jelöli meg, hogy milyen papok alkotnak egy szerves egységet, és a fordítások azok nagyon félrevezetők és nagyon gyatrák. Most az egyik fokozat, az tulajdonképpen pontosan ez a bélnéző, vagy béljós. És vannak olyan fordítások, ahol egy kicsit még talán még így is szerepel, hogy sok varázslót, bűbájost és béljós gyűjtött maga köré. Tehát bármennyire hihetetlen, mert itt valami nagyon alantasra gyanakodnak, tehát itt az Aruspiszész, ezt lefordítják nekünk Béliósra. Csak hogy az etruszk papoknak pont ez volt a nevük. Sokszoruljuk végig. Képes krónikában 1358-ban megjelenik, hogy kik vannak itt, és Jézus születése előtt 1000 évvel így hívják a Bélios etruszk papokat, akik például májból
mondják a jövendőt. És hát van az a híres pitonisszás, tehát ez majdnem lefordíthatatlan, mert itt nőkről van szó, de hát ez menne el aztán Pütia irányába, tehát a delfói orákulumból ismert papnői hivatás. És az ember elképed, a képes krónikában gyakorlatilag kapok egy mágust, kapok egy orákulumot, ezt a pitonisszást, és ugyanakkor pedig megjelenik ez a Bélius. És az emberi művelődés történetében, hát most a legismertebb, legnépszerűbb kultúrterület, éppen Mezopotámia, szinte mindig ez a három papi hivatás egyesül a mágus hivatásban. A mágushoz nem kell hozzátenni, hogy csillagász. Azt lehet tudni. A mágus csillagos égbolt ismerete nélkül nem mágus. Tehát a mágus ott kezdődik, hogy mint a mennyben, úgy a földön, és elsősorban az égbolt képén ismeri. Na de mi volt ez a magasrendű tudásnak? Mi adta meg ezt az elképesztő megalapozottságát tudományos és erkölcsi szinten? Elhangzott már, ismétlésnek nem rossz, újragondolásnak pedig kifejezetten ajánlott. Mindig a szülők adták tovább a tudást a gyerekeinknek. Tehát nem mágus iskola, elmegy a kis mágus tanulc, mert nagyon divatos, nem is tudom, hogy és akkor siker, világsiker, és akkor ott aztán van minden. Valószínűleg lesz folytatása, ahol a mágus iskola növendékei és az UFO-k találkoznak az Orion űrhajó fedélzetén. Tehát bővíteni a repertoárt végnélkül lehet. De lehet érzékelni, hogy ez a nyugat-európai szemléletmód, ez tulajdonképpen milyen. Tehát sem a mágiának a lényegét nem értik, nem is tudják modellezni, levezetni. Az egész inkább egy ilyen, a varázsló se jó szó erre, a bűbájosság sem, a bűvész, talán a bűvész. Tehát megtévesztés, illúziók, de mint egy hipnotizőr, hogy a megtévesztettek azért érzékeljék azt, amit a megtévesztő akar. Most ennek semmi köze a mágiához, tehát ahhoz a mágiához. És nyilván valamilyen szinten a mágia szó majd ilyen okkult, démonikus jelenségekre fogják ráírni. Na ez maga Nyugat-Európa, mert ott ez nagyon dílik. A mágus gyakorlatilag a bűvész, bűvészinas. És teljesen mindegy, hogy ő egy bűvész versenyen, mint Copperfield, Dávid, vagy nem tudom ki szerepel, 20-rangú kérdés. Még Dr. Faustus is csak bűvész. És hogyan bűvészkedik? Eladja a lelkét. Tehát hangsúlyozom, köze nincs a mágiához. Ez okkultizmus. Tehát tulajdonképpen ennek a hivatalos neve, ilyen mai ismert szóhasználaton belül, zavarosban való halászgatás. Okkultizmus. Az okkult szó csak annyit jelent, hogy rejtett, tehát ez megint nem teli találat. De egyszerűen gondoljuk végre, annyira démonia műfaj, nincs rá szó. Az emberek azt mondja, hogy akkor nevezzük így. És kiderül, hogy hát azt a szó, hát annak van egy becsülete szegénynek. Hát ne aggassuk már rá erre a tevékenységre. Tehát legjobb talán az, hogyha sötét. Sötét manipulálás. De még ez sem egészen kifejező és ilyen helyén való. Tehát az igazi nagy tudomány, és hát tulajdonképpen ezért nem szerették a mágusokat, és tényleg vannak mágus írtások. Hát erről a történelem nem nagyon beszél, mert ha mágus írtás, hát azért, akkor nyilván megérdemelték. És akik ezt eszközölték, azok a perzsák voltak. Hát hogy honnan kapta mondjuk egy Dareiosz király az utasítást, a parancsot vagy a gondolatot, mert Kűrosz, aki az Akameinda perzsa uralkodó dinasztiát úgymond megalapítja, hát fényévekkel jobb volt, mint az utána valók. De könnyen lehet, hogy az utána jövő nem is Kűrosz leszármazottai voltak. Ugyanez a Szaszanida perzsa időszak indulása a pártus kornak a végén. Az első Szaszanida perzsa uralkodó, ez az első Sapur,
Hát ez Máninak a barátja. És a manikeizmust akarja Sakun bevezetni saját birodalmán belül. Most ez a Sakun, ez két vagy három római császárt nyílt ügyközetben, azért gondoljuk még, hogy milyen formátumú személyiség lehetett, hogyha egymás után, egymást követő években római császárokat legyőzi csatában. És nemes volt és jellemes volt, igen, de jön a folytatás. Az ő fia vagy utódja vagy valamilyen vérrokona, ilyenkor mindig fél éven belül meghal a következő. És akkor mindig trónüresedés van, és akkor jön valaki, akiről nem lehet tudni, hogy honnan jött. És elkezd egy teljesen új korszakot. Most a perzsáknál ez kétszer fordul elő. Tehát egyrészt Kürosz idejében, aki tényleg kiváló volt, hát méd volt az édesanyjától, még lehet, hogy nem kellett volna kiválónak lenni, de ő tényleg minden vallást régi ősi jogaiba visszaállított. És ő végig Babilonról úgy beszél feliratokról, hogy Marduk az én istenem. Na de a zsidó vallást is helyreállította. Tehát akkor mennek vissza a babiloni fogságból. Most Komoróczi Géza írja le, hogy akik visszamennek. Mert a túlnyomó többség nem megy vissza. És miért nem? Komoróczi Gézát idézem. Mert a jólétből, a bizonytalanságba nem akartak visszamenni. Na most, ha érthetően a babiloni időszak. Gondoljuk végig, ott veszik föl a babiloni arámi nyelvet. 60 év gyakorlatilag egy nyelvváltást jelent. A héber még megmarad, de gyakorlatilag nem eredeztethető az arámi nyelv. És nem is, tehát, hogy mondjam, tehát maguk a zsidó történészek nem is rejtik véka alá, végülis Komoróczi Géza is asszirológus révén ezt a vonulatot képviseli. Végül is azt kell mondani, hogy Kürosz amilyen helyzetet teremtett, hogy Babilonból, hát gondoljuk Ady Endre versenyben, gyűlnek és ülnek, és a proféták, hogy Babilon sottét, Eufrátesz vizeinél gyűlnek és könnyeznek. Hát nyilván van ilyen is, és nyilván az aranykalitka ugyanolyan kalitka, mint a vaskalitka. Na de nem mennek vissza. Tehát Kürosz, hogy úgy mondjam, lehetőségadásával alig élnek. Tehát Jeruzsálemet a babiloni zsidóság majd 60 év elteltével nem fogja betölteni, nem fogja megtölteni. Tehát maradnak. Hát ott rendezték be az életüket, ezt így szokták gyakorlatilag mondani. Na de, visszatérve a káldeus hivatásra és mesterségre, hogy miért volt csalhatatlan, miért volt óriási a tekintélye. Mert egyrészt a csillagos égbolt naponta történő megfigyelésén alapult maga a tudomány. És hogyha nem volt beborulva, ritkán borul be az égbolt azokon a területeken, és mivel nem tudni, hogy miért, hangsúlyozom, ezt csak azt tudja, aki ott élt, hogy az ember úgy ránéz a térképre, akkor látja, hogy kicsit távolabbról Mezopotámiát, hát nagy vizek veszik körbe, de nagyon távolról. Tehát, hogyha egy hatókört így szépen megrajzolom, tehát Kaszpi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, legyen az Indiai-óceán. És ugyanakkor ott van a folyam köz. Tehát az ókori Mezopotámiában ennek a térségnek állítólag volt egy olyan optikai varázsa. Ezt aztán 19. századi utazók is leírják. Ma már ilyen nincsen. Nagyon van szennyezve. Ez amit a tihanyi visszhang. Valami megszűnt. Hogy közelebbnek tűnt a csillagos égbolt. És a csillagok mintha nagyobbnak látszottak volna. És hol fog kialakulni földtörténeti szinten a csillagászatnak utolérhetetlen magasrendű tudománya, ahol ennyire optimálisak a légköri adottságok az égi testek megfigyelésére. Hát amikor Egyiptomban jártunk, az ember arra gondolt, na majd megnézzük a csillagos égét. Hát nézhettük. Smog,
köd, tára, tehát akár a Níluson voltunk, akár a gízai piramisoknál voltunk, csillagos ég volt, hogy úgy mondjam, hát az már réges rég nem az. Tehát bent a sivatagban állítólag, csak hát oda nem mentünk be. Tehát most már nagyon ki kell ám bennie területekre, de hát ez érthető, hogy egy ilyen varázslatos hatás nem mutatkozzon. Tehát szülők, és ez már önmagában hitvallás, a gyerekeknek adják tovább. Tehát a gyerek tulajdonképpen milyen tudásban nő bele? A megörökölt tudástól, amit az ős idők, hogy úgy mondjam, megpróbált tudásának nevezhetünk, ahol senki nem csalt, senki nem lopott, senki nem hazudott. Miért? Nem lehet csalni a nappálya, a holdpálya és a bolygópályák adataival. Tehát gondoljuk végig. Tehát tulajdonképpen az álmításnak, a csalásnak, a félrevezetésnek, a hamisításnak lehetősége, hát mindenre van lehetőség, de ez már eleve ki van zárva. És eleve van egy tapasztalati tudomány, tehát megfigyeli napról napra. És ehhez párosul egy bölcselet, ami ember életére, világ sorsára, népek sorsára vonatkozik. A kettő nem válik el egymástól. Tehát nem olyan, hogy megnézem az interneten, vagy efemeridán, hogy 2012-ben hogy állnak a bolygók, és jövendölök. Na most mi lesz ennek a jövendölésnek a lényege? Az értelme. Vaktyúk talál szemet. És ugyanakkor pedig, aki ilyenekkel foglalkozik, eleve most hangsúlyozom, most nem bántásról van szó, csak a különbözőségnek a fennforgásáról, hogy azért valamire oda kell figyelni. Napi kapcsolatban voltak a csillagos égbolttal, és amit mondtak, az bekövetkezett. Egy mai asztrológus nincs napi kapcsolatban, számítógéppel van, efemeridával van napi kapcsolatban. Az is alapvetően módosítja az értelmezést, hogy van-e annak a csillagnak vagy égitesnek udvara. Udvara. Hogy éppen aznap milyen a csillagnak a fénye. Hol, nincs is lehetősége egy mai, hogy úgy mondjam, jövőt kereső embernek. Ilyen kitekintésre. Tehát rendkívül összetett bölcseletről és tudásról van szó, és ki van zárva a félreinformálásnak, a megtévesztésnek minden lehetősége, mert a tudás átadásban a főszerepet a szülői szeretet játsza. Most azért gondoljuk végre ezt a tökéletes bölcsességet. Ez tökéletes bölcsesség. Ez szeretet alapú. És a szeretet néha tudám szigorú lenni. Az igazi szeretet érdekében. Tehát semmi vadhajtás, meg avantgárd mozgalmak kitekintése, hogy akkor most a Marsra mondjuk azt, hogy az a Vénusz adott esetben. Tehát... Na, szépen megyünk tovább, még megint Diodorosszal folytatjuk. Miután számtalan éven át tanulmányozták az égi testeket, tehát nincs tanulmányozták, tehát újra és újra el kell mondani, nyilván egy vidéki embernek ezt nem kell mondani, mert napi kapcsolatban van a szűkebb és a tágabb környezetében is. Valaki tanyánél vagy falunél. Azért ez a lehetőség még mindig megvan. És akkor képzeljük el, hogy napról napra viszont hivatásszerűen mégis az égbolt mozgásait tanulmányozni. És a legszerényebb becslések szerint mit mond szicíliai Diodorosz? Hogy Mezopotámia legrégebbi népei. Magyarul ez azt jelenti, hogy ő, amikor ezt megfogalmazza, egy káldeus mágus családban a csillagászati tudás tapasztalati szinten. Tehát az, hogy mester a tanítványnak, szülő a gyerekének, ahogy átadja. Minimum 5000 év. Most azért gondoljuk végig.
minimum fél évtízezreden keresztül, 5000 éven keresztül, napról napra megfigyeli, lejegyzi, előrejelzi. Hát még az asszír könyvtárból, Assur-bani-pál könyv, nínivei könyvtárából, hát a híres Gilgamesh eposz is megmaradt, azért nem történik nagy feldolgozása ezeknek az agyaktábláknak, mert most mondok egy ilyen hasonlat arányosság tekintetében, de a 80%-uk csillagászati. Nem tudnak vele mit kezdeni. És gondoljuk végig. És a maradék 20, egyik a Gilgamesh eposz, a másik Etana története, és akkor vannak történetek, amik ma úgy mondanánk, hogy a szép irodalmi rész. 80% a csillagászati kategóriába tartozik. És megkérdezem azt, hogy Janus Pannoniusnak a verseny hány százaléka tartozik csillagászati kategóriába? Janus Pannoniusnak 100. Tehát még egyszer elmondom. Minden verse csillagászati alapozottságú. Tehát újra elmondom. Janus Pannoniusnak közhely, tehát ezért kell néha Janus Pannoniuszt olvasni, nem is érti mondjuk egy irodalomtanár, mert neki nem mond semmit, hogy a Sirius és az Arcturus. Még a Siriusról valamit tud, mert újabban nagy divat. Tehát most ilyen Sirius világban élünk. Jönnek a Siriusiak, üzennek a Siriusiak. Sirius egyébként tényleg szabad szemmel látható legfényesebb csillag a csillagos égbolton. Tehát nem a fényességével és jelentőségével van a probléma. És sorba veszi mindig Janus Pannonius a bolygókat, a csillagképeket, és hát a tejút minden harmadik, negyedik versében. Onnan jövünk, oda megyünk vissza, onnan jövünk, oda megyünk vissza. Tehát pulzáltatja a csillagászati világegyetemet. És nagyon sokszor, és nagyon ritka, egy Bollók János volt ilyen, ő már elmondta, aki egyébként fordította a képes krónikát. Tehát van egy ilyen képes krónikának egy Bollók János fordítása. Érdekes módon valószínűleg ott ő nem döbbent rá arra, hogy a képes krónikának van egy csillagászati, asztronómiai, asztrológiai, a szófiai nyelvezete. Nyomát nem lehet látni, de legalább Janus Pannoniusnál figyelmeztet. Ez egy Janus Pannoniusszal úgy foglalkozni, hogy semmiféle alapismerete nincsen. Hát korának egyik legtekintélyesebb csillagásza volt, nem csak az unoka bátyja, Vitéz János, hanem maga a pécsi püspök Janus Pannonius is. Tehát miután számtalan néven át tanulmányozták az égi testeket, mindenkinél behatóbban ismerik a csillagok mozgását és hatását, és számtalan eljövendő dolgot pontosan előre megjövendőlnek. Tehát gondolom tudjuk, újra visszatérünk, végeredményben Máté evangéliuma szerint, tehát a négy kanonizált evangélium közül az egyik, ugyanakkor pedig az ismerte keresztény evangéliumok, a szíriai evangélium, a szíriai kereszténység evangéliuma szerint ezek mágusok, csillagászok, káldeusok, akik Babilon városából érkeznek, csillagok követnek, és ez nem bolygó, nem üstökös, nem szupernóva. Na ez az a titokzatos csillag, amit hiába mutatnak Heródesnek, mert senki nem látja. Ez a belső és a felső. Tehát tulajdonképpen a lelkünk csillagos egén jelent meg az a csillag. És hol eltűnik, hol föltűnik. Tehát semmilyen ismert égi testtel gyakorlatilag a leírások alapján nem lehet azonosítani. Viszont van egy fél mondat, hogy a csillag angyal volt, az angyal pedig csillag volt. És mindig a korona is bejön a képbe. Most ismerünk-e olyan koronát, amelynek koronaőr művében állandóan ez a visszatérő azonosítási refrénje, angyali korona szent csillag. Tehát ezek azok, ahogy úgy mondjam, nagyon halvány, tehát ezek nyilván erre nem lehetne most így kapásból öt történetet építeni, de egy biztos. Ha az egyik evangéliumban Lukácsnál angyal jelent be a pásztoroknak,
A másik evangéliumban csillaga a mágusoknak, hogy megszületett a világnak a királya, aki apostol és király. És egyszer csak lesz egy olyan korona, szentnek tételeződik, szent a jelzője, és állandóan ez hangsúlyozódik. Angyali korona, szent csillag, szent csillag. Tehát, miután számtalan éven át tanulmányozták az égi testeket, mindenkinél beapróbban ismerik a csillagok mozgását és hatását, és számtalan eljövendő dolgot, tehát ahogy jeleztem, előre megjövendőlnek. Na most ezeket a káldeus mágusokat, hangsúlyozom, korábban a méd mágusokat, tulajdonképpen kiirtották. Tehát úgy tűnnek el a történelem színpadáról, a káldeusok szépen lassan, mint amikor mondjuk költői apokaliptikus nyelven szólva, mondjuk, hogy sziget elsüllyed. És nem gyorsan, hanem szépen lassan. Tehát elsüllyed. De hazájukból a szaszanida perzsa térhódítás után, pártos birodalom megszűnése után menekülniük kell, szétszóródnak. Már korábban, a korábbi perzsa korszakban, az Akameida perzsa korszakban, csak úgy érdekességként mondom, hogy Iránnak úgy tűnik, megvannak a karmikus tehertét, Teherán. Tehát megvannak a... Most nehogy valaki úgy értelmezze tovább, csak ilyen a sors. Tehát valahogy visszarúg valahonnan. És hát van, akit érdemtelenül, mert megbölgötte már a nép a mintát sövendőt. És hát vannak olyan népek, akik még nem tudják, mert hosszú idők óta gyakorlatilag úgy élnek, mintha az ő őseik olyan tetteket nem követtek volna el. Márpedig a tettek követő tettek. Ez mai világpolitikai helyzetre nézve ez nem felmentés, félreértés ne legyen, csak érdekességként jelzem, hogy itt történelmi szinten azt lehet mondani, hogy a mágusokra abban a térségben a legnagyobb, legvéresebb csapásokat először az Akameida perzsák, utána pedig a Szaszanida perzsák mérték. Az külön kérdés, hogy maguktól-e, jókedvüktől-e, de egy biztos, Dareiosz, amikor a mágusokat trónra lépését követő pár nap telik el, egész birodalmon belül, ami nem csak az övé, mert ez ilyen nagy laza konglomerátum, ami a földközi tengertől az Indus folyóig terjed. Azért gondoljuk végig. És hát a déli óceán, ez nem az Ausztráliánál, hanem az indiai óceán térségétől pedig fel egészen Belső-Ázsiáig. Ez egy hatalmas terület. Ez gyakorlatilag egy óriási terület, mindennapi rutin ellenőrzés nyilván ilyen területen nem lehet eszközölni, de a hatalmi berendezkedésen viszont egy koncentrált kisebb egységen belül lehet módosítani. És amikor Kürosz meghal, mert ő aztán tényleg elvégzi a pályáját, és tényleg lehetett ebbe a Kürosszba valami. Most nem azért, mert Hérodotosz azt mondta, tehát már megtárgyaltuk Hérodotoszt. Nem azért, mert Jeremiás próféta messiásnak nevezi, most az ember meghökken. Hány vasárnapi ige hirdetésnél hallottuk azt, hogy a messiás előképe a messiás. Messiás várás keretében. Gondoljuk még, zsidó proféták, vagy zsidóságnak küldött proféta, Kürosz messiásnak nevezi. Ha az ember csak azt mondja, hogy maradjon nekünk az Új Testamentum és az Új Testamentum, még ahhoz képest is rengeteg izgalmas és megtárgyalni való kérdés van. Milyen alapon neveznek egy világot bíró királyt messiásnak? Na ugye, hogy ez a messiásnak a jelentése? A világot bíró király. És mivel akkor Dávid házából nem lehetett adni, Kürosz viszont nagyon pártolta a zsidóság ügyét, hát egészen egyszerűen, néhány kicsit mai szóhasználat van nézve, hát azt a szakkifejezést most nem alkalmazom,
Néha egy-két proféta megoldja a helyzetet. Hát most éppen nincs Dávid házából, jó lesz Kűrosz is. Hát a világuralom már a kezében van. Na igen ám, de ez a Kűrosz, és van erre eredeti babiloni forrás. Tehát, ahogy jeleztem, a babiloni népek, ősnépek vallási hagyományait visszahelyezi eredeti jogaikba. Tehát azt kell mondani, hogy ez a Kűrosz, én valami miatt úgy mindig van valami, ami a káros és a Kűrosz felé viszi el, de ő tényleg állítólag egy kiválóság volt. Na most az, hogy mindenkinek engedni, ami népe természetes ihletéből származik, ha tényleg ilyen volt Kűrosz, bár most lennének ilyenek a világbíró uralkodók. De ahogy jeleztem, a fia Kambusz, és vele már, hát ez az eredeti ejtése az a J-vel megy, mert ez mindig görögös, az meg Kambodzsa felé viszel. Tehát gyakorlatilag majdnem, mint hogyha Kambodzsa nevét említenénk. Na, ő állítólag részeges volt, állítólag könnyelmű volt, állítólag minden probléma volt vele, Egyiptomot elfoglalja egy részét, kiforgatja, felforgatja, tényleg kegyetlenséget kegyetlenségre halmoz. Na, őt hamar kiiktatja, kicsoda. Egy olyan királyfi Babilonból, aki azt mondja, hogy ő viszont Kűrosznak az a fia, aki elfelejtett meghalni, amikor ez a Kambüszész úgy rendelkezett, hogy a testvér öcsikét ki kell iktatni. Na most, nagyon sokan viszont arra gondolnak, hogy ez egy Káldeus dinasztia utolsó sarjadéka, visszaállítja Babilonba azt, amit a Kambüszész elvett és elpusztított és szétrombolt. Igen ám, de ahogy jeleztem, érdekes módon itt van egy forgatókönyv. Ezt lehet, hogy maga a sors írja, a sötét korszakhoz a rossz kimenetű forgatókönyvek tartoznak hozzá. Tehát emberi indítékok mögött démoni hatalmak is tudnak sugallatokat adni. Tehát nem biztos, hogy a szomszéd bácsi beszólására kell gyanakodni. Inspiráció, sugallat. Hát a legtöbb gyilkos, nagyon sokan elmondják, mit mondanak. Nem is tudom, hogy miért. Valami súgta. Hát amióta ember létezik, számon tartja azt, hogy a földi élet sajnos olyan, hogy nem csak kívül vannak megszálló hatalmak, hanem néha bentre is jutnak. És bentről viszont a papi hivatás egyik legmagasztosabb feladata, a rosszat ki kell üldözni. Hát Jézus ördögi légiókkal nem tereferélget. Játszó pilóta játékot adott esetben, gyűjtsünk az árváknak, ördögökkel, hanem a legkeményebben megregulázza őket. És amikor az apostolok nagyon sokszor nem bírnak, tehát ebből lehet látni, hogy itt nehogy arra gondoljunk, mert a naivitás az legalább olyan veszélyes, mint a született ostobaság. És ez a kettő párosul, pokol felé vezető út, csupa jó szándékkal van kikövezve. Tehát gondoljuk végig, hogy milyen démonikus erők létezhetnek, és kénytelenek így fogalmazni. Ha Szent János sem boldogul velük, Szent Jakab sem, az első legelhívottabb, hivatottabb apostolok, akik ott vannak mondjuk a transfigurációnál, a táborhegyi színeváltozásnál, nem tudják kiűzni. És mit mond Jézus? Hát így gyerekek, hát igen, mondjuk neki azért egy kicsit könnyebb. És akkor mindig ő segít, és mond egy olyan dolgot, hogy na hát ez olyan erős démon, hogy csak imádsággal és bőjtel megy ki. Na de milyen bőjtel, és milyen imádsággal? Mert János is bőjtölt és imádkozott, mégsem ment neki. Tehát, hogy láthatóvá váljon, hogyha egyszer csak egy ilyen légió úgy megindul. Földtörténeti szinten sajnos ezt mi támasztja alá. Amikor valaki meghalt valamikor, a helyi közösség, és a helyi közösségen belül maga a pap, maga az elhívott ember, ez lehet egy családtag is, ez nem társadalmi
akinek ez volt a hivatása, érzékenysége, ehhez érte, ezt tudta. Na most a temetési szertartásban ő játszotta a főszerepet. És általában nem egyedül. Mert a földről távozó lélek útnak indítására, hát segédletre is szükség volt. És őskor óta gyakorlatilag így van. Tehát ha meghalt valaki, eleve, hogyha nem sikerült neki a végtisztességet megadni, ha kellett, 1000 éven keresztül visszajárt. És addig-addig noszogatta az élőket, még valamelyik élőnek leesett a tantusz, hogy ott van egy kupac, ott van valami csont, és valószínűleg az valamikor ember volt, hogy a végtisztességet meg kell neki adni. Hány hős imádkozik azért, hogyha meghal távol a hazájától, akkor hova vigyék a testét? Haza. Ugyanis haza készülök. És ha nincs haza itt, hogy lenne megtalálható ott? De most, ha ennek nem lenne valódi, ontikus, tehát a léthez legközelebb álló, emberléthez, istenléthez legközelebb álló jelentése, az emberiség évtizedek óta világkatasztrófák újulása, új világok létrejött óta nem ragaszkodna ehhez. Hát miért csak annyi, hogy ülök a buszon, lehellek egyet, és már ott vagyok. Hát a kalauz meg csinálja azt a testemben, amit akar. Nem ilyen egyszerű a helyzet. Ugyanis mindig útra valóval indítanak el. Útra valóval. Ez azt jelenti, hogy egy út vezet oda. Az úton végig kell menni. És jaj, de széles, ennél jobb nőtartos hirtelen, mert ez a kedvencemnek a témának az értelmezési körén belül, mert ez tökéletesen kifejez mindent. Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út, amelyiken az én galambom elindult. Térj meg, rózsám, térj meg a te hosszú utadról, emlékezzél a legnap esti szavadról. A hosszú útról visszatérni nem lehet. Hát minden magyar krónika, minden irodalmi szöveg elköltözött, minden halandó útjára lépett. Költözés, útra való rátalálás. Magyarul bonyolultabb, összetettebb és ezért egyszerűbb a dolog, mint ahogy gondolnánk. De abban a pillanatban, ha azt mondom, hogy ez nagyon egyszerű, kiderül, hogy összetett. A kettő együtt lesz igaz. És őskor óta minden költöző mellé ételt és italt tesznek. És gondolom, mindannyian tudjuk, hogy neki zsugorított pozban, a sivatagban mondjuk, valahol Memphis térségében, 5000 évvel ezelőtt nem volt arra a két köcsögre szüksége, vagy korsóra. Ami az egyikben szilárdabb, halmazállapotú étel volt, másikban pedig folyékonyabb, tehát ital volt. Miért? Hogy ne felejtsd el, oda el kell jutni. Az nem olyan, ahogy te elképzeled, hogy majd így. Az persze, hogy így. Első pillanatban mindenhol mindenki elmondja, hogy a nagyfény megjelenik. Klinikai haláltól, tibeti halottas könyvön át, egyiptomi népi vallásosság körében az első élmény általában a nagyfény. Miért? Oda kell elmenni. Tehát bejelentkezik. Ez nem azt jelenti, hogy én egyből ott vagyok, hanem látod, hogy pálos hagyomány nagyon szépen elmondja, hogy haldoklik az egyik pálos atya, és haldoklás közben, hát ez a híres Remete Szent Pál rendjén lévő szerzetesek életét tárgyaló mű, Gyöngyösi Gergely írta, 1520-as évekből származik. Hát gyakorlatilag alapmű, hát nem származik, mert későbbi évszázadokban ezerszer írták át, de lényeges dolgok benne vannak. Hogy megjelenik egy csodálatos fényességű, elragadó természetű, tehát olyan, hogy az ember egyből letérdel előtte, hát pálos rend, hát ki ő? Fehér haj, fehér bajusz, fehér szakáll, fényes, ragyogó, fehér ruha. Na ő a
Szent Pál. Melyik, hogyan, miért nem részletezzük? Hát pálos rend. És mit mond? Felmutat egy nagyon magas hegyre. Egy nagyon magas hegyre. Fent a régen hont pálosok üdvözült lelkei vannak. És a következőket mondja. Látod? Oda kell feljutni. De vigyázz! Le ne ess. Tehát vigyázni kell. Nem automatikus. Valahol automatikus, tehát, de nem olyan egyszerű. Hát a fogantatás előtt is van előutunk. Gondoljuk végig. Honnan jött az? Mekkora utat tett meg? És minden hagyomány elmondja, hogy tulajdonképpen nem csak az üdvözülés nehéz, embernek születni is az egyik legnehezebb dolog. Tehát nem minden lélek tud embernek megszületni. Nem olyan könnyű ez. És kiderül, mert ez tényleg kiderül, hogyha ezeknek ennyire fontos volt az. Gondoljuk, végig mai észjárással milyen egyszerűen meg lehetne oldani, végy egy szakadékot, vagy a tengernek a mélyét, meghalt valaki, falu, bunker, hát valami nagy kupacba úgy eltüntetni. Nem. Mindenkit külön személyre szabottan el kell indítani. Mert az indítás lehetőséget teremt a megérkezésre. Pár évszázada a legtöbb ember, de legyünk nagy lelkűek, 100 éve a legtöbb ember hogy hal meg? Senki nem indítja sehova. Könnyen meg lehet, hogy most ugyan 6-7 milliárd vagy 8 milliárd, nem lehet tudni, 7 milliárd már biztos van. Na de hány milliárd olyan lélek van, amelyik sehova nem ment el? Sehova, de nem tudott elmenni. És folytogató, sötét dolgok történnek a Földön. És az ilyen lelkekben legalábbis a képes legendárium szerint, Anzsu legendáriumnak hívják, magyar képes legendárium, Szent László történetben van beleépítve. Szent Lászlónak először a halottból az ördögöt kell elűznie. És csak utána tudja a halott lelkét megváltani. Gondolj, 1300-as évek, Szent László legenda. Keresztel elűzi. Mert van ott az egyik képen lehet látni, legalább 3 képen keresztül beszéli el, hogy Szent László egy kriptában van. Ott van egy ravatal. Ott van egy hulla, már ki van száradva, már olyan, mint a penész, már mumifikálódott, de nem eleven módon, hanem olyan, tényleg olyan hamut és mamunak kiszáradó módon. És ott van. Pedig ő még viszonylag jó helyen van. Csak a temetési szertartás nem volt úgy levezérelve. És nyilván ezek a roncs, csúnya, sötét, markotányos, ördög gyerekek, meg démonok, ez az ő belső felbomlási folyamatából születnek meg, a rosszakból, a bűzből, a gázokból. Legtöbb, megint csak az egyetemes hagyományra kell hivatkoznom, az istenek undorodnak a bűztől. És egy ilyen hullának általában milyen szava van? Hát bűzös, viszont az ördög nem undorodik. És nehogy azt higgyük, hogy a vasárnapi prédikáció, vagy valamiféle, hogy úgy mondjam, szembeszéd vette kezdetét, csak úgy az erőviszonyokra szeretnék figyelmeztetni. Hogy nem biztos, hogy a mai világ problémáit a mai világ közlekedési szintjén meg lehet oldani. Lehet, hogy zsúfoltan sokan vagyunk. Nem azért, mert túlnépesedett a bolygó, hanem azért, mert túl sok lélek van, akik nem tudják, hogy mi van velük. Nem tudják. Hát klinikai halálból, akik visszajönnek, és nincs az agyélmény. Nem is tudja, hogy meghalt. És minden hagyomány, tehát ezt már annyiszor mondtam, hogy minden hagyomány, de miért mondom? Nem ideológiáról van szó, nem eszmerendszerről, hogy most ez a divat. A legősibb emlékezet óta a hagyományok azt mondják egymástól függetlenül térben és időben.
tehát dél-amerikai benszülött indiánok az Amazonas mentén tegnap előtt interjúba adták. Perzsa halottas könyv 1000 évvel ezelőtt elmondja, tibeti bardotozról ugyanezt mondja, egyiptomi halottas könyv ugyanezt mondja, magyar hagyományok ugyanezt mondják, és Jézus feltámadása ugyanerre figyelmeztet. Van egy 3 nap. Hogy aztán az 3 nap az esztendő, vagy milyen az a 3 nap, hogyan 3 nap, hát amikor az ember úgy látja, hogy na, eltelt 3 nap. Tehát végeredményben 3 napon keresztül a lélek a saját teste környezetében marad. Tehát a holttest körül marad. Tehát 3 napig szinte mindenféleképpen. És képzeljük el, hogyha ez a holttest mondjuk, egy bányalyukban rohad, vagy egy tömegsírban szenved, vagy valaki a családtagok közül hát végre elmúlt, és alig örülnek neki, hogy tehát nincsenek dolgok megoldva. Tehát nagyon úgy fest jelen pillanatban a helyzet, ha egyáltalán lehet ilyet mondani. Nem csak racionális módon, sokkoló, gonosz erők hatnak a világban, hanem a hét, mert nem értjük. Hát miért nem értjük? Ember veszed ezt felfoghatatlan. Hát démoni. Tehát elképesztő inspirációk és sugallatok állhatnak a háttérbe. Hát egy szentélybe csak úgy lehetett bemenni, egy perzsatus szentélybe, vagy bármilyen szentélybe, előtte tisztálkodás. Hogy aztán a tüzet tekinti, a tisztítónak, vagy a vizet tekinti tisztítónak, de olyan, hogy én szaladgálok a mezőn, kergetem a bikát, mert elszabadult, és haza kell az istállóba vinni, és bemegyek a templomba, gumicsizmába. Ez nem azért elképzelhetetlen valamikor, mert nem történhetett meg, hanem azért, mert előtte meg kell tisztulni. Tehát valamilyen tisztulási folyamaton kell látni. Te egy nagyon jó mágikus képességű ember nyilván azt mondja, hogy átbucskázom a fejem fölött, és lesz belőlem egy tiszta jellem, és már mehet. De nem mindenki tud átbucskázni. Tehát rengeteg minden, hogy úgy mondjam, jelen pillanatban, úgy tűnik, hogy pont a teremtővel való direkt kapcsolat felvételt akadályozza. Akadályozza. Mert amennyire egyszerűnek tűnik, tényleg egyszerű. De közben meg nem lenne ilyen bonyolult a világ összetétele valamilyen szinten. Hát ha ilyen egyszerű minden, akkor nem is kéne élni. Nem lenne egy lélekneveldje, oda az ember bemenne, a jó Isten oda küldi, kis gimnasztika, és ma megyek vissza, egy kis szaunázás után. Tehát, hogy érthető legyen, rengeteg összetevő van, ami csak ősi nagy tapasztalati tudással lehet átlátni. Na most pont az ilyen népeket iktatták ki. Tehát gyakorlatilag lehetetlenné tették az ilyen átlátási és áthallási dolgokat. Még egy idézet Filontól. Tehát miért idézem én az alexandriai filozófustól? Hát, hogy lássuk, hogy érdekes módon azok, akik hivatalból a káldeusokat nem szerették. Ez lehet, hogy személyesen, mondjuk szicíliai, mert szicíliai, tehát szicíli, szikli. Tehát Diodorosra nem volt jellemző. Lehet, hogy Filonra sem volt jellemző. De az a műveltség, amely mögöttük állt, az általában nem kedvelte, nem szerette az ilyen jelenségeket. A káldeusok a földi dolgokat a mennyeiekkel és az égieket az alantlevőkkel összefüggésbe hozva a mindenség részei között fennállók, hát ez filozófus, ezért gondolom észrevettük. Tehát ez azért olyan, mint szicíliai Diodorosz, hogy az ember csak olvassa, mint egy romantikus regény. Tehát mindenség részei között fennálló kölcsönös hatásokban. Na itt vagyunk a mágia kérdésénél. Mert megint csak tudunk, minden mindennel összefügg. Tehát minden létező egymással kölcsönös viszonyban van. A legtávolabbi galaxis is kölcsön viszonyban van, a legrebbenékenyebb gondolatommal. Tehát egy világban, egy univerzumban van.
Tehát fennálló kölcsönös hatásban megmutatták a harmóniát. Most a mágiának egy olyan területe, amit az ember nem is vesz benne komolyan. Hát tulajdonképpen már az mágia, főleg a mai világban, amikor a mindenek közötti harmóniát nem ős-ellenségi viszony, hanem harmóniát. Most ki lehet találni, hogy ezek miért érdekes tételek, mert akkor nem igaz, hogy a mágusok, most legyenek ezek a médek, perzsákról most nem beszélek, és ennek a folytatása manikeista, hogy dualista szemléletű volt, az igazság és a hazugság, a fény és a sötétség állandó párviadalában látták a világot. Most mit lehet mutatni? Hát filoménia le. Az, hogy van egy kiélezett helyzet egy ilyen világban, ahol élünk. Az, hogy fényre árnyék, árnyékra fény, napra borul, derű. Hát mint az időjárás, ahogy mondani szokták. Jó kedv, rossz kedv. Legtöbb ember nem tudja, hogy előtte való nap miért keltem úgy fel, hogy madarat lehetett fogadni vele. Ma viszont miért keltem úgy fel, madarat lehetett volna dobáltatni vele adott esetben. Most ezt megint ne így jegyezzük. Honnan ezek a harmóniák? Honnan? Tehát tulajdonképpen akkor hol van a harmónia? Akkor most tulajdonképpen rángat valaki valahonnan bennünket? Hogy még a jó kedvem, rossz kedvem fölött sem tudok úrrá lenni. És ezek csak ilyen hangulatok. Jön, most éppen szorongok. Elmegy, most éppen nem szorongok, pedig egy kísértett anyán járok. Aztán megint szorongok. Tehát óriási kérdések ezek, csak hát nem tűnnek most látszólag annyira jelentősnek. Tehát mit csinálnak a káldeus mágusok? A harmonikus világot mutatják fel az emberiségnek. A sötétségnek, a káosznak érdeke, hogy az ember harmóniában éljen a természettel? Hát nyilván nem érdeke. Hát főleg ma nem. Ez az érdek, mely egyfajta zenei hangzásban egyesíti őket, szférák zenéje. Tehát amikor káldeus mágus templomokban Isten tisztelet van, minden nép vallási hagyományában, Isten tiszteletek túlnyomó többsége, arhaikus népi imádság, és akkor érthető lesz. Balassi Bálint verse, és akkor érthető lesz. Ezeket nem szavalták, énekelték. Tehát Balassi meghallaná, hogy szavaljuk a verseit, a szegény szaladna a hangszerje. Hogy valami félreértés van itt, akkor arhaikus népi imádságokat Erdély Zsuzsanna is úgy gyűjtötte. A legidősebb ima közlők nem mondták, hanem énekelték. Hát általában énekes koldustól kapták. Harmónia. Tehát harmónia a külső és a belső között. Harmónia az égi szférák között. Aztán megyünk tovább. Kappadókiában, ez már Sztrabón írja, számos mágus törzs van. Tehát miért kell ezeket az adatokat hozni? Érezzük, hogy még Jézus születése körüli évszázadokban is a világ sorsának, hogy úgy mondjam, meghatározói mágus papok. Hogy gondolhatná bárki is azt, hogy magyar történelemből, üdvtörténelemből, vagy egyáltalán világból kimarad? Hogyha mindenhol elmondják, hogy a mágusok káldeus, méd, oldalák perzsa, de eredetileg szkíták világából adatott. Most a magyar nép nem egyszer sikerült már elmondani. Mi magunkat, ellenfeleink, barátaink, ellenségeink, még római pápa és Szilveszter pápa is. Magyarországot szkítiának hívja, a magyar népet szkítáknak hívja, Szent Istent a szkíták dicsősége szkíta királyának nevezi. Ennyi. Na most, ha a mágikus tudás, mágusok papirendje, a káldeusok és a médek szerint is az ősi szkíta világból valók, akkor tulajdonképpen kik a régebbiek? A
segítek, mert ezt illik tudni. Állítólag, de mivel egyikünk sem volt ott, viszont a sumér agyak táblák erre kétségtelen bizonysággal válaszolnak. Nekik nem volt ős hazájuk a mezopotámiai térség. Ők északról jöttek, és kerekfejűnek. Tehát gyakorlatilag rájuk lehet minden ismerni. Tehát végeredményben könnyen lehet, hogy sokszor jöttek éjszaka, miért ne jönnének? Tehát megtárgyaltuk a csillagos égbolt megfigyelésére, földtörténeti szinten Mezopotámia az egyik legalkalmasabb terület volt. Tehát olyan hegyvidék, ahol hatalmas nagy hegycsúcsok, s lent a völgyben éldegélünk, vagy fölmegyek a hegycsúcsokra, vagy nem tudom a csillagokat megfigyelni. Ez teljesen síkvidék. Tehát ez azt jelenti, hogy adott esetben a legdélebbi csillagképek közül is lehet némelyiket látni, mert sík területen vagyunk, de a dombvidéken lennénk, a domborzat már adott esetben kitakarná. És azt, hogy mikor kell fel egy csillagkép vagy egy bolygó, hát ilyen nyílt területen sokkal könnyebb meghatározni, mint mondjuk egy hegyvidéken. Tehát hegyvidéken föl kell menni. Tehát ha a budai királyi palotában csillagvizsgáló van, akkor az a budai királyi palota Mátyás idejében nem lehetett a mai budai várhegy. Miért nem lehetett? Hát egy ilyen karám jelleggel azért nézzük meg, hogy egy irányban, tényleg keleti irányban és déli irányban, de már ott a Gellért egy jó fölé lehet építményet kell menni. De az égboltnak egy nagy része tulajdonképpen a hegyek hömpölygése, hullámzása révén, hát kitakaródik. És azért nem mindegy, hogy én látom, most képzeljünk el, hogy ez a talajszintünk, és látom az egész égboltot, vagy ennyit látok belőle. Mondjuk így. Tehát ez azt jelenti, ha itt fel kell egy égitest, ha nincsenek hegyek, azon nyomban látom abban az időben. Ha vannak, hát évszaktól függetlenül lehet, hogy nem is tudok róla, mert olyan alacsonyan jár, mert annyira egy déli csillagképnek mondjuk a főcsillagáról van szó. Tehát mindenféleképpen a csillagászathoz hozzátartozik a szabad égbolt, amennyire csak lehet az égboltok lehetőség szerint szabadnak kell lennie. Tehát Kappadókiában számos mágus törzs van. Vannak tűzimádó templomok. Középen áll az oltár, amelyen a magosok, ez az mágus, tehát mágusok, sok izzó hamut és örök tüzet őriznek. Az ember elképe. Hát ha máshonnan nem népmesénk hőse, nagyon gyakran, hol üldögél? A hamuban üldögél. Csak úgy üldög. Hamuban játszik. Hát és nem hamurabbinak hívják, hanem egyszerűen csak úgy hozza a sorsa. És az, hogy izzó hamuból hogy lehet jövendőt mondani, egy kicsit az ajtót szerintem nyissuk ki, mert hogyha be akarunk helyezni, és levegőz, akkor úgy jutni, mert egyszerre csak mindenhol. Tehát parazsat őriznek, izzó hamut. Tehát ez nem azt jelenti, hogy kihűlt a hamu, tehát élő örök tűz a tűzszentében, és az izzó varázsul hamu. Az élő tűzről van elképzelésem, hogy miért kell. Mi az, ami sehogy nem élő? Mit csinál a hamuval? Táltos paripa mit eszik? Parázsat. Tehát úgy tűnik, hogy a parázs és a tűz és a hamu, és akkor az ember megint valamit felfedez. Hát egy örök körforgáson belül. Amikor a mindenség nagy egyetemes törvénye úgy hozza, hogy a kozmoszt éltető tűz az ellobban. Tehát kihúny az életnek a tüze. Miből lobban újra fel? A hangból. És megjelenik egy madár, madárnak mi a neve?
Tehát az, hogy mennyire egyetemes az ókori népek hagyományi világában az, hogy ez a főnix história. Hogy hamvába hull, és a hamuból lobban új életre, és csodálatos új életre. És beszélnek szentélyekről, hogy ez a heliopoliszi szentély. Csak hát minden napszentélynek, napvárosban Héliosz volt, vagyis a nap volt az ura. Tehát a Szíriában éppen úgy van, mint mondjuk Észak-Egyiptomban. Tehát ez, ha valaki itt tudja, vagy ott tudja, akkor jól tudja. De általában Héliopolisz az a napnak a városa, abban pedig egy napszentélyről kiderül, hogy ott a fénnyel való direkt kapcsolatnak napi szinten meg kell jelennie, tehát ezek keletelt szentélyek. Kétféleképpen lehetett ókori szentélyt keletelni. Vagy úgy, és van erre is példa, hogy keleti irányban van nyitva a templomnak, hozházas templomnak az ajtaja, és az Istennek a szobra a túloldalon van, tehát tulajdonképpen a nyugati oldalon van. Igen, ám a keleten kell fel a nap, és én vagyok az ajtó, én vagyok a kapu, mondja a világ világossága, szól Justici is. A szobrot, ami a templom túloldalán van, hát gyakorlatilag a fényteli betalálja. És az ilyen felkelő, nappal érkező fény ezeket a szobrokat megszólaltatta. Tehát én gyerekkoromban szentül meg voltam győződve, ekkora babonát, ekkora butaságot, ekkora elődeink csalfasága, most akármilyen világban, akármilyen korban szobrokat hurcolásznak, szobrok beszélnek, szobrok esznek és isznak. Hogy ez merőképtelenség. Az ember felnőtt korban rájön valamire. Ezt még a Biblia sem tagadja. Hanem az a baj, hogy beszél a szobor. És ezért dönti le, mondván, hogy mi beszélhetne abból a szoborból, hát látod, ez márvány, ez agyag. Csak van egy probléma. Ezek a szobrok megszólaltak. És ez annyira állítja megint csak egy egyetemes hagyományrendszer, mert a totemoszlop megszólalt. Mert a fétis megszólalt. Mert a bálvány megszólalt. Hát Esztergomban Géza fejedelem idején volt egy fa bálvány, legalábbis így maradt fent a híre. És amikor tűzszertartás volt, sokan zarándokolt, és Géza keresztény fejedelem akkor már, sokan zarándokoltak Esztergomban. Miért? Mert a bálvány, hát persze gondolom tudjuk, ilyen hittérítő forrásból tudunk erről. Mert a bálvány így szédítette el a népeket. Na most ki lehet találni, ha csak egyszer nem szólal meg, amikor oda zarándokolunk. Hallgat, mint a kuka. Többet nem megyünk oda. És olyan nincs, hogy felment a pap a cseresznyefa tetejére, cseresznyefa tövében volt a szobor, és akkor ő töltsén, akkor úgy csinált, mint hogyha onnan jönne az égnyi hang. Ember tényleg elképzelhet, hogyha nagyon nagy ütemben nem nagyon lehet ótestamentumot olvasni, mert nagyon sok. De az ember, hogyha ugye egy héten egyszer úgy fellahadsz, és tényleg már úgy nézi a szövegeket, nem úgy, ahogy nekünk beidegezték és tanítottak. Mi van odaírva? Egy. Sok Isten van. Honnan tudjuk? Mert nem menj idegen istenek után. Nem azt mondja, hogy nem létezik. Népeknek isteneik vannak. Neked, őnél, ne legyen más istened. Más népek isteneit ne kövesd. Szó nincs arról, hogy nincsenek, hanem az más népek Isten világához tartoznak. Hát és aztán meg ezek a megszólaló, beszédes, hogy úgy mondjam, hatások. Tehát végeredményben kicsit közelítünk a mágia felé, de még nem egészen. Hol közelítünk, tehát hol lehet tetten érni a közelítést? Hát ott, hogy a tűzszentélyek túlnyomó többsége,
és ez Kappadókia. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek nem párszik, ezek nem perzsák, ez nem a perzsa mágusid. Tehát a méd mágus, káldeus mágus, most nagylelkűek vagyunk, mert így igaz, nagylelkűség nélkül is, perzsa mágus, a elemek közül leginkább a tüzet tartják a legfontosabbnak. És nem azért, mert nagyon lángol, hanem azért, mert hője van, és fénye van. Most az élethez nagy valószínűség szerint kell a hő, az mindenféleképpen kell, és hogyha ez nincs, akkor kihűl, hamvába hull, tehát maga az élet. Tehát a hőmérsékletet az élő ember esetén lehet mérni. A hullánál nem is kell mérni, mert kihűlt. Tehát tulajdonképpen mi az életnek a titka? Mert hogy a hő, ez a titokzatos, élő, eleve minőség hozzátartozik, az egészen biztos. Tehát az külön nekünk nem kell hangsúlyozni. Tehát sok izzó hamut és örök tüzet őriznek. Énekelnek a tűz előtt, miközben énekelnek a tűz előtt. Sztrabón leírja, hogy naponta egy órát. Ez megint az a probléma, hogy honnan tudja Sztrabón, hogy naponta egy órát, mi van két órát, mi van három órát. Tehát azért ezek másolatok másolatai, csak megmarad az ókori szerző, aztán kiderül, hogy egy középkori kódex másoló műhely révén maradt fent az ókori szerzőnek a szövege. Miközben egy vesszőcsomót tartanak kezükben és fejükben nemessüveg. Emlékezzünk, múltkor honnan búcsúztunk, magyarok második bejövetele képes krónikában. Örök haza visszaszerzése, örökké adja, hát amíg földi életben gondolkozni lehet, az Úr adja vissza örökre a magyaroknak mindezt a földet. Tehát adja vissza újra. Szertartás keretében mutatják be Árpád vezért is. És a lábainál mit lehet látni? Amit hát múltkor az ember meggyónt, az ember arra gondol, hát ott van egy vessző nyaláb, egybe van, tehát ez megint csak pingvinek a déli sarkon, eszkimók az északi sarkon. Csak azért mondom, mert ha valaki egy forrásból ismeri, kicsit olyan, mint a tanúban a vacsorát kutató rab, tarhonyát fog kapni. Tehát vessző nyalábokat most nem részletezem. Csak egy forrás. Most erre mit lehet mondani? Ott vannak a maják. Legősibb maja jövendőlési mód, amit még a gyarmatosítók és az inkvizitorok is feljegyeztek. Annyi vessző szállat gyűjtenek egybe, ahány nap van az esztendőben. Miért? Hát mert jövendőt akarnak mondani. És úgy hívják, hogy ezek az élet vesszői, hát magyarra átültetve. Tehát gondoljuk végig, egy vessző nyaláb. Tehát nem azt jelenti, ez is ül egységben az erő, egyenként édes kis tokeiktól figyelj ide. Medve vadászat előtt tanít a nagy indián főnök. Tehát nézd meg, itt van 365-366, tehát most szökőjé van, tehát 366 napra kerekedik ki az esztendő. Itt van 366 vessző. Na most figyelj oda. Egyenként, naponta, percenként eltörheted az egészet. Egybe tartva meg se tudod mozdítani. Na most ez nagyon fontos erkölcsi tanulság. Csak lehet érzékelni, hogy egy ilyen esetben, hogy magyarok másodszor bejönnek, hát eleve egységben jönnek be, eleve vérszer, mindent tudunk, nyilván nem azt fogja jelenteni, hanem ebből mondják a jövendőt. És hát múltkor talán felolvastam, Hérodotosz a szkítáknak tulajdonította, Sztrabón Kappadókiába azonosítja, lehet domborműveken, aranylemezeken látni, szkíta süveges harcosok mennek, és valamit így fognak a kezükbe. És ha valaki távol-keleti jövendőmondó hagyományokban
jártas, akkor tudja, Változások könyve, ez a Jícsingennek taoista és szkíta alapja van, hiszen az az uralkodó, aki megtanította a kínai beavatottakat erre, az hun származású volt még a kínai hagyomány szerint is. De most azért, hogy érthető legyen, nem bőbájosok mondják, hogyha a csirke ma nem tojik, akkor holnap te szaladsz a pajtádból, mert a csirkékre féltékeny kakas mondjuk kikerget onnan, hanem uralkodói privilégium, mert az uralkodó kezében van a múlt, a jelen és a jövendő. És inka és aszték domborműveken is lehet látni, nem mindig egyébként, annyi minden van a kezükben. De van, amikor ilyen valamiket tartanak, olyan, mint a nyilvesszők vagy vesszőnyalábok lennének. És az ember felveszi a kérdést, ezt az ősi, szkíta divinációs módot kiterjesztette el az emberiség körében? Mert ha az ókori népek a szkíta mágusoknak tulajdonították, és a maják is használják, és az ausztráliai benszülöttek is, akkor megint olyan, mint a nyelvi kérdés. Nem csak ősnyelv létezik, ami ez a magyar nyelv közel áll, vagy lehet, hogy maga a magyar nyelv az ősnyelv, hanem ős vallás is. Amihez megint csak ugyanilyen logika alapján úgy tűnik, hogy a magyar ősvallás áll a legközelebb. Még 2012-ből visszatekintve is. Miért hangsúlyozunk? Mert Szent István óta eltelt, jelenleg időszámításunk szerint 1012 év. Gondoljuk végig. 1012 év. Az ősvallásra direktben vonatkozó legtöbb adat 19. századi gyűjtésből származik. Most kérdezem én, de csak úgy szerintem. A Szent István itt, ahogy megbeszéltük, hogy mégsem, de ami közkeleti, elpusztíthat mindent. Akkor hogy lehetséges, hogy mindent, amit gyakorlatilag tényszerűen magyar ősvallásról mondunk, azoknak legalább a 70%-a az nem Szent István előtti korból, hát most ezt a 30-at vettük alapul mai alkalommal, hanem mindegyik onnantól kezdve származik. Ha valakinek ez nem egy olyan jelentős tétel, hogy Úristen, hát akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ősvallás, de nem Szent István előtt egy évszázaddal ezelőtti ősvallás, hanem Jézus születése előtti 10 000 évekből származó ősvallás, sűrítménye, magba tömörített teremtménye ma is itt van köztünk. És hát ha egy népet eleve úgy hívnak, hogy magyar, magerő, magerő. Na most ki a mágia ura? Mágia ura tulajdonképpen csak egy ember lehet. Ki a magerőnek az ura? Na de ez melyik népnévben jelenik meg? Ez bizony maga a magyar. Na hát örülök, hogy nem fejeztem be, de semmi nem fejeztem be. De maradjunk annyira, hogy jó ütemben haladunk el. Köszönöm szépen.